Hello, szevasztok! Üdvözlök én is mindenkit! Sziasztok! Igen, Usher néven lettem, ilyen fantáziadús. Igen. Jaj, szerintem abba voltam az előbb, de kiszálltam. Igen? Hát ez már teli van. Miért nincs lükverc? Nem, 72%. Igen. Igen. Ó, van egy nagy felkiáltójel is, azaz. Az normális térkép, nincs csak ilyen. Most melyik vagyok én vajon? Ja, ott te. Aha. Júj! Júj! Jó. Melyik pirosba? Nem tudom, csak mondta. Jaj! Hát ez nem olyan. Még nem, de folyamatban van.
Szavasz, Lébor! Ezt nagyon fos irányítani egyébként. Ez... Elnézd már, ha letol a személyautó az útról, ha beszarok. Na, hagyja már. Most. Itt kell sebességet váltani, vagy miért nem megy ez a kamion? Autóbotok, nem? Hát ezt iszonytatos szar irányítani, ez katasztrofális. A személyautók lelögdösnek minden gond nélkül az útról. Hát ez... Ide kell bemennem? Hova kell bemennem? Öcsém, hát... Hova kell vinni ezt a fost? Hát azt hol kell leadni? A mázsa házba? Vagy hova kell menni? Hát figyelj, nekem semmilyen betűt nem ír ki egyébként, de... Ah, most már kiírja, oké. Hú, most nem mellé öntöm. Hát figyelj, én kiborítottam, hát hogy ezt most jó helyre.
Hello. Hát ez katasztrófa. Azt sem tudom, honnan jöttem. Te, Heki, hol vagy? Honnan jöttem? Ott a 30-as környékén vagy? Az vagyok én? Vagy az vagy te? Igen, na, szóval érted. Ajánl neki! Jaj! Kinőtt előttem egy fa közben. Jövök ma. Lassan ide érek. Ide belemegyek így, az nem baj? Jó. Hello! Itt nem lehet rád vincselni, mi? Jaj! Azt mondja, hármas tempomat. Húszra? Hát te? Hát azért mondom, hogy 13-14-en volt, az gyorsabban mentem, mint te. De hogy lehet bekapcsolni? Most be van állítva 10-re. Hát egyszer bekapcsoltam, mert ne bóckodj. Oké, most már jó. Azt most mégis hagyd meg, nézd már, ez hülye. Na, jó, ha nem megy. Szarabb kocsi nem volt. Szia, Brigi. Tessék. Amúgy nem. Nem próbáltuk ki a modot. Egyszer játszottunk vele azóta csak. Én mondjuk értettem, szóval. Azt, hogy...
látom, itt vannak kavicsok, mikor kiforgatok, az majd na, most már lehet, hogy behallod szúrnak, tehát felvaló. Egész jó kezel. Még a játék hangja sem volt szerintem. Bazzik, Hekja, mit forgolódsz most itt össze-vissza? Hát bassz meg, hát szedem fel a répát. Hát akkor én minek megyek itten utánad, meg mellettük? De nem kerekem utána, a két hosszú oldalon legyen mindig a géped, amikor jössz. Sikítok, hogy tele van. Két helyen legyek akkor... egyszerre? Nem egyszerre. Én jó kicsőnöket kaptam, engem mint itt a picsába. Ilyen. Itt nem a szalát, elhagy. Ezt azért kaptad, meg oda csináltál el egy macska halmot, bazdmeg a területkel is közül. Azt mondtad, föl lehet szedni. Hát nem, Heki és aztán nem tudtad. Heki hazudik. Én hazudtam. Még fel lehetett szedni? Négy, felszedtétek? Ugye én mind felszálltottam így a bejáratokat, hogy viszont. Júj! Júj! Mindegy, Száncsá, az Tivar, a mindegy. Tivar, Tivar. Ezzel nem lehet egyenesen mennie. Tivar. Tessék. Ne ürütködjél, jó? Csak filmoma. Észre. Nagyon szerintem így délután bemondom a felmondásom. Már egyből? Már egy másfél órát csak egy kibírnod. Ennyi már, miért nem megy? Felakadt. Nem áll. Kiszedem, főnök, kiszedem. Kerülöm neki. Lartabb YouTube-ot tudod kell. Ja, jó. Nem lehet bírálni, batya meg. Hallod, főni? Igen. Mondjad, ja. A fukorépa, a fofkodál, fufá, mi lett a következő munka? Mindjárt nézem. Jó, nézed. Jó, hogy ebben van tempomod? Igen. Ha, hát akkor én elmegyek is. De az minden! Az minden! Nem GPS-es tempomat van benne. Hello. Nyomkövetés nem van. Nem van. Csak hegy is te, az csak... ma szántani. Ő szeret szántani, látom magán rajta. De hogy szeret, csak ezt mondta a GP. Hogy inkább csináld ezt, mert elbaszol. Mi az? Gyere már ide. Én mondtam, hogy itt nem lehet, hosszú oldalakon legyél. Hol vagy a hosszú oldalon? Hát most nem mindegy, hogy rövid vagy hosszú. Jó, hát a Heki majd a 36-os talajd az itt. Gyere már ide, tele van. Hát várja már, hát nem indul ez a fos. De elindul az, csak ott is először sebességben rakod. Tudod. Kétszer kell nyomni. Deja vu kanyar. Túlhajtok. Oh, bocsi. Lassíts, lassíts. Közelebb. Kínálni. Várjál, várjál, hajj meg. Nem mozdulj, nem mozdulj. Közelebb. Kicsit húzd rám, gyere kicsit. Húzd rám a... Jó. Ez tökéletes, nem vagy jó. Én majdnem túl közel is van. Nem van jó az út. Mi mit a hát izgalom a tetőfokára, hát? Ebből hallom, hallom. Aha, aha, olyan ideges, hogy mindjárt elalszom. Kávé, volt, egy is. Nem, a fölök nem volt, még pisálni sem mertem, kihallottad. Mivel nem GPS, nem plusz, leállítod a traktort, az utána megy. Ja, hát nem úgy megy el. Meg éheznek az meg, mert nem lesz búza, vagy mit termelünk itt egyáltalán. Győri édes vagy. Húzottan ne tartogasd a izét, az ammóniát a hólyagodba, mert egyszer csak annyira megném az a hólyagot, hogy nyomni fogja a szívére. Már mi? Ja. Add le, szivar. Már megint? Tibi, kisebb földet nem találtál meg? De látod, hogy mennyi valami... Gondolom, grippi? Ki kell szopkodni? Tibi, mondtál, bazd meg! Bocsi. Tibi. Minden pasinnak elfelejtem a nevét. Hol? Rossz fele megyek. Jaj! Bazd meg, milyen szomszédban. Kimegyek pisírni, ha érdele, grippi kérdezi, hol vagyok, mondd azt, hogy szarni vagyok. Jó, oké. Úgy kellett már kísérlet, hogy majdnem beszartál. Istenem. Istenem. Bőni! Igen. Hány év kíván püféni? Tarni! Az anyám szentség. Új! Amúgy itt ki lehet borítani a rakományt, ha felborulok?
Na-na! Szivar! Ez nem snowrun. Hát ez katasztrófa, hát ez nem lehet irányítani, hát ez... De lehet, azt csak meg kell szokni. Hűha! Megszokás kérdése az egész. Vagy... Vagy megszöksz. Vagy meg fog buff kérni fel az egész. Ez borzasztóságos. Na hát ebben még félt volna amúgy, csak úgy mondom. Hoppa! Jó, akkor legközelebb telepakollak, jó? Répával basz meg. Mit szólsz hozzá? Hát szólsz se jutok. Na. Annyi répát kapsz, hogy még tényleg a küveden is azt fog kifolyni. Jó lesz az új neked? Én fél fuvarokkal küldel, bazzeg. Ezt a főnök megtudja. Hát de addig is csinálsz valamit, és akkor én, nem unatkozom. Én megmondom, hogy te kényszerítettél, szóval... Ja, olyan nagy ellenállás volt, hogy kényszeríteni kellett. Igen, többi valószínű, hogy is egy neked laggol, mert akkor többiek is írták volna, hogy valami nem stimmel. Mert itt elméletileg jó fut, kontakt. Képernyő jól fut. Szóval a hiba szerintem nálad van. Szóval mindenhol jó. De legjobb otthon. De ez csak egy... Mindegy, ma... Szóval visszatérve mi megnéztük a Sagandésznek az Alfa 20-át. Nem néz ki rosszul. Ja, hogy szebb is lett? Persze, full HD-t kapott a játék. Aha. Ez azért nem kellemes. Csak ez az Alfa, hogy már lassan 9 éve... Hát, bazza. Nincs ezzel egyedül az a játék. 9 éve Alfában van? Igen. Hát még nincsen, de 8 és fél csak. De azt hiszem 13-as a játék, ha jól emlékszem. Az igen. Ja, Isten. De azt azért tegyük hozzá, hogy ugye... Ennek nincs akkor a fejlesztő csapata, mint mondjuk egy izőről. Mint mondjuk a... az átnak, vagy valami hasonló okosságnak. Szia, 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 István! Jó, hát az se jó, kiadnak egy játékot. Csak például a kokáit itt van az Ikarus, tehát ezt teljes játékként adták ki, ami szerintem talán egy korai hozzáférésnek elmenne. Annyi szarság van benne. Na. Bocsánat, srácok, elnézést, hogyha az átlagban is... Köszönöm szépen, István! Köszönöm szépen, jó! Szalabból nézek ki, de most délután ébredtem a visszakás. Milyen jól néztél ki? Nem, mondom, az átlagosnál is szalabból nézek ki. Hát annál is! Van egy átlag szar kinézetem. Ez valami különleges képességed vagy? Igen, de ahhoz nem kell izé. Na most nem kéne pénzt kapnunk, ha én leadom? Csak idő kell hozzá, tudod. Tessék? Nem kéne pénzt kapnunk, én ezt kiöntözgetem? Nem, akkor... Mert ja? Akkor lesz pénz belőle. Mikor a kamicsot oda... Akkor jó van, mert... akkor lesz belőle pénz, szivar, hogy észre van, mert ez miért... Ja? Igen. Akkor jó van, már mondom, hogy... A másodikat öntem, azt meg sem mozdult a mani mérő. Van. Na? Nekem nincs. Látod főni, milyenek ezek az útdolgozók egyből ötlenek? Jaj! Pénz! Nem is már nem dolgoztam. Semmi, én ma kezdtem, de én 2 hét Szabira el akarok menni jövő hétre. Már vettem? Vagy már holnap mi? Új cipő kell, meg mit? Meg az a korona, meg a tököm tudja. Az a bekanyarodni. Meg nem jött a komp, igaz? Meg az se. Water, vissza. Helyedre. Júj! Hát ez katasztrófa az autóban. Ajaj! Kripta, minimapon nem látod a gép, hogy áll a traktor. Roppó, valószínűleg akkor kevés karcsú hozzá a gépet. Vagy valami videokártya driver, ja. Valami nincsen lefrissítve, valami Xer van akkor. Ezért volt jó rég a Nintendo, látod. Ja. Kivetted a kazik földhöz, basztad, megfújtad kétszer, azt akkor sem működött. Ja. Ó, Istenem, a régi szép időkben nem kellett szórakozni ilyen patchekkel, nem mit tudom én. Meg volt egy játék, rajta volt egy kazettán, jó napot kívánok! De most egyébként, ma virágkorát érünk, most megint.
már ilyen mini konzolok vannak, nem figyeltétek? Ilyen hát az olyan, amilyen amúgy. Ah, vannak ilyen retro konzolok. Egyébként persze. Ezt nem mondanám szivarulok, de szólnak is van egy beteg ilyet. De melyiket? Mi? Melyiket? Mert ugye már a PlayStation-nek is van, a SNES-nek is van. Nem, ez a, ez a régi Nintendo. Ja, a NES, aha. NES. Roberto, köszönöm szépen a 10 hónapos csatornatosságot. Köszi, haver! István, 900-tól 1030-ig. Mikor mennyi? Most a, ezen a héten olyan... Hát 939-el kezdtünk, és 1031-el fejeztünk. Ezen a héten a tehénfej és a... Mit kértem karácsonyra? Nyugalmat. Olyan nem. Kérek. Az nem lesz. Az talán megadatik. Munkát. Kenyeret. Bort. Lesz. Hát kapálod, de még lehet, hogy lesz kenyér. Azt nem kérem, kérdem, mert hoppa. Az lesz. Hoppa! Júj, ez de jó mit volt. Mit csinálsz, Kripi? Ez de jó volt. Koronálok, miért? Igen, mert a lakdoktak a 90. Volt egy ilyen jó két másodperces. Most én semmit nem csinálok. Azért kérdeztem rá, mert mondom, hát... Más az meg dolgozik. És nem rosszból kérdeztem, hanem mert... Jó, én meg csak mondom, hogy én most ilyen pillanatban boronálok. El a laggó 98%-át te okozott, szóval. Olyan nincs, hogy nincs, de annak meg kell lenni. Akkor úgy gondolod, hogy ki egy leesek vagy valami. Nem. Még nem is wifi-n vagyok. A laggóban nincs olyan, hogy azért mondom. Annak meg kell lenni. Megy a répa. Szivar, nem mondtátok, hogy ez ennyire adrenalindús. Vagyok, csak közben a gyerek legózik, azt nem találja valami legót, hogy nincs benne. Mondom, olyan kizárt dolog, hogy a legóban nincs meg az összes. Az nem létezik. Rendetek hozzá a javított csomagot. Ja. Kiegészítős. A DLC. Na mondjuk nekem az még, az kimaradt, nekem nem volt soha életemben legóm. Nekem se, csak így, ha a gyereknek van, azt így szoktunk legózni együtt, tehát nekem se volt régen. Igen? Aha. De rohadt jó, hát komolyan. Akkor nem vagyok össze egyetlenít meg. Nekem tudjátok mi volt valami? Mark Lim, vagy mi volt a neve? Fogalmam sincs, hogy de az is hasonló volt, mint a Lego. Szerintem még jó édesanyám még Bécsből hozták valamikor, ugye még akkor menő volt oda kimászkálni. Most már nem érdekel. Hát meg akkor még a forintért több izét adtak, most fordítva van már, ugye? Nem. Fazon tudja, milyen pénz nem van ott, vagy mi volt ott régen. Tilling volt régen. Hát ha lesz olyan bérben, akkor csinálom, persze. Ez bérben lókozunk, jelen pillanatban bérben lókozunk. Keressük a kenyerünket. Október van, úgyhogy most biztos nem lesz, hogy kukoricos repülőben. Ja, hát igen, meg ott. Búza legalábbis biztos, nem a kukorica még esetleg becsúrva a hatás szempontjából. Gyere szívan, szépen, tudod úgy, hogy a Snow Runner-be tanultad. Nem a borulást. Állj! Ez az. Nagyon patent vagy. Hát azért lesz még pár forduló, én úgy látom. Tényleg? Jól látom? Jól látom. Aki élvezi. Persze. És akkor én jaj, úgy élvezem én a répát, ottan annyira szép és jó. Nem. Csak én értelmeztem, ezt is félre, de jó. Igen, másik a számok a kukorica, vagy kukorica. Igen, a szád, a répát. No. Ha, jó, minden. Ez így volt a szád. Hát, ha nézi ezt valami, a producer is felkínál valami zsíros felszokó állást, aki mit nem buszod meg, hogy megész, hanem a castingra. Ő lesz a próba baba, vagy mi? Elállok egy filmes titkot, éleszek a tesztelő. Gribiképp, te lesz a úton, ami majd lesz csinálva a történet. Nem hiszem, hogy csalva. Rajta miért nem kiálltok? Püf! Untorítva meg tök. Már itt előtérbe került mexikói ismerősünk is. Untorító!
Hogy állsz, hegy is? Hát... Láttál már sok táblát? Igen. Az úgy néz ki. Szájkivégzős, hogy a torkol, hagyj borjak bele. Azt mondsz, hogy ide repülsz? Elbetűvel. De itt nem repkedsz itt. Maradj el ott a helyedre. Gyere. Jó lesz. Na. Hát jó, hát. Ki mondta, hogy nem? Nem annyira gyengülsz. Hát nem lesz. Nem, azt nem mondtad, hogy ez észiske. Hát a sarkokhoz majd visszanézik. Jó, nem kell nézni, hát nézd meg, hekincs tudta valami. Lehet, hogy épp válaszol az e-mailre, akkor ott számoltam. Igen, a golyókat is, persze, egyben. Ja. Igen, pont most írom bele az e-mailbe, hogy van egy éneklő bútorunk, szóval nem zenét se kell csinálni a filmhez, nem kell külön izét, hangmérnököt, meg musicalistat izélni, leszerződtetni, mert külön tud dúdolászni, hümmögni, meg akár vonyítani is egyszerre. Kettő perc és jövök mindjárt vissza. Vonyítva nyögni. Nincs meg meg hol. Sírba rögtön, akkor vonyítva. Nekem ne sírják közben, nem tudom, az olyan szadomazó. Vagy esetleg úgy sír az, olyan finom, vagy mi, ilyet lehet. Szadomazó nélkül is lehet sírni, tudod, amikor. Na látod, ez volt amúgy a vinyogva nyög, és hallottad? Aha. De ez meg olyan hangja volt, mint aki épp csinálja, tehát. Ah, elég legyen. Dolgozzatok? Dolgozzatok? Perverzek! Szép is van. Beteg állatok. Neki ezt a traktort eladjuk. Melyiket? Ezt az ődöt. Mert? Nem tetszik. Nem én húztam meg az oldalát. Nem kéne. De hálatod, akkor egy ugyanolyan baj, hogy nagyobbat vehetsz. Csak abban az esetben adhatod el. Ha 8-as helyett 9-essel kezdődik a szám. Megtartjuk. Jó van akkor. Túltárgyaltuk. Szivar, te répánként dobod le azért pótról a cuccot, vagy hol vagy? Így feketén leadta valahol másról. Az meg első mondta, hogy elmegy azt hiszem valahova. Ja. Hát elment répázni. Ennyi. Persze a munkaidő az meg megy, te érted, a fizetés az meg kell neki. Teljesítményben van. Fogadjunk, hogy nem szállt ki a kamionban az okos. Hát nem, majd kiszáll a hidegre, októberről. Na, csak te szar főnök lenni. Miért? Szálljon ki, azért októberben, ha már nincs azért, nem dolgozik. Ne? Hát nem azért, hanem mert akkor át én kell hoztam be egy diszperzites vödröt, meg papírt, meg mindent, egy kis a szállok most van. Hát de hát akkor át kell venni a helyét Szivarnak. De tényleg a legbúval izé javító csomagozik, igaz? Igaz? Mondta. A Pennyben meg nem kapják meg a napi répeadagot miatta. Sorba rendezi a répát. Az már milyen beteg. Aha. Ne adjál már ki ilyen hangokat, jó? Tőlem, hogy 23 méterre vagy tőlem. És az neked miért fáj? Nem, nincs az 23 nekem nem fájna. Hát is belegondoltál már egyszer arra, hogy felébredsz. És meglátod magad mellett ezt a hülye majmot, és kijed egy ilyen hangot közben? Nem volt még ilyen hülye mámot? Figyelj, hidd el nekem, hogy nem állna az ágyam mellett, mert tudja, hogy alszok. Szia, Krisztián! Jó, ne, ezt nem biztos, hogy nem tudni. Nem, kusz, hagyjuk! Hagyjuk! Nem biztos, hogy akarom tudni. Nem akar, én nem mondtam, hogy tudni akarod. Jó, oké. Isten őrizzem! Ilyen pillanatban még nincs István.
Új, de Szivarra lelépett, és a kamionba benne ő fogadjon. És legózik, látod? És én benne ül a még, én még a közé basszus. Traktorba is szarok. Meg ne kell legózni. Öcsém. Jó, hát nem tudja még, hogy mi merre, hogy a hány méter, majd visszajön, akkor el kell neki mondani. Hogy ne legózza a kamionba. Hogy állsz, ebben ebben nincs valami belső rádió, vagy valami? De van egyébként. 70%. Hát most szóltok, már fele kész van, az most már jó kis ilyen rock and roll. Hát, nyomkodod tovább, akkor a több rádiót. Én nyomkodom tovább, főnök. Tudod, hogy tovább kell nyomkodni. Az sem olyan, már kihűlt. Hoppá, és akinek koppant le a marabb gripi vesztettél. Hát ez ilyen. Beteg állatok. Egyszer csak az is átalakult, tudod. Olyan, hát. Főnök, meg kell állom. Kakin, kell? Vagy ki kell nézni nem, az kell alatt? Hangot kell adni, mert csak akkor arra, amikor olyan hangja van, mint neked. Mi van? Tehát a végét hallom. Ja. Most meg rohadt hangos vagy, várjál. Ebbe beleremelt még a zacs lábam. Aha. Zacsláb? Zacslábam. Jó van. Már nyomom, főnök. Végzi a munkáját, aki egyébként a válasz István az, hogy trance rock, hip-hop, G-rock, meg... Ha most arról van szó, hogy milyen zenéket szeretsz, akkor rak bele, hogy az ASMR-t is. Igen, azt is. Az ASMR-t is szeretem. Én meg a paprikás krumplit, ide rossz kanyar. Kolbásszal. Kolbásszal, igen, kolbásszal. Úgy. Mert abban van a vitamin, meg az ásványanyag, meg az E624. Úgy. Hát máskülönben miért kell annak a szerencsétlen paprikának, meg krumplinak, hogy fel lett a kádozva, nincs közte kolbász. Tehát ezt a pályát kellene majd kinyomnunk. Mindjárt a szemedet fogjuk kinyomni, mi van? Kinyomom én a tiédet. Arrasod a akkor lépvát. Én leszek egyedül, aki ezt végig tudja nézni majd. Tibor! Öcsém, Szivar itt hagyott minket, mint Szent Pál Szamarát. Azt remélem. Tehát remélem, megnézem. Itt belelépett egy Lego darab, a stroke jelet, hogy jártam. De legalább az a pozitív benne, hogy nem ül benne, nem áll benne az leadó helyen. Meg nem keresztbe a főúton. Azt nem tudom, de hogy az úton áll, az biztos. Úton álló szivar. Akkor ő az, aki ezt a szivaros dobozban nem párhuzamban van a többiek, hanem keresztbe. Nyisd ki azért. Azt a kurva. Tessék. Ja, jöttél az éve? Amit tudok, elviszem. Jó, vigyázz, csak nyugodtan adom szívesen. Vidd a répámat, Gripi. Ezzel lehet driftelni. Szeretnéd a répámat? Nem, hát te szereted az én répámat. Szereti a rossz javaját, a répádat. Kérlek, egyedül vagyok egy traktorba. 4 kilométerre senki nincs. Ha ilyeneket mondtok, itt egyedül itt elveszek. Igen? Ez sok sikert. Ne foglalkozz semmivel, csak tudod, nyomjad. Csak nyomjad. Nyomom. Csak nyomjad. Na ide vissza kell hoznom majd a kavicszedőt, én érzem. De nem kell visszahoznom, mert ez bérmunka. És itt hagyom kavicsosan. Igen, csak az a lényeg, hogy felszámtod. Bedobnak egy minusz tévét az ablakokban, lényeg, ezt meglátják. A feladat most jó, Krisztián. Elvégezni, az kész. Te így. A lényeg, hogy kifizessék. A sajátunkat majd komolyan. Te kapod kell. Meg a pénzt, én napi bérben vagyok. Na, örülj neki. Ne. Már úton van az a gép, ami kell a szemüveghez. Tudod, amit láttál egyik ismerősödnél.
Kezdődik. Csak neked kezdődik, tőlem nem beszél, akik én minden nap hallom. De csak áthalasz. a szervisztet nyitom ki az ablakot. Ez a hasmenés, és az én nyöszörgés is áthalatszódik. Nem mondd már. Sőt, tudtad, hogy nálam, hogyha kihajolok az ablakon, akkor a fős ablakodon belátok. Ne szapasd már. Bizony, el. Tényleg? Bizony. Ujjúj. És szoktál látni csúnyákat? Há, igen. Szerinted? Ah, melyik pornó oldalon vagyok fent? A saját privát gyűjtemény. Jaa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 a
Köszönöm szépen, kihagynám a lehetőséget. Ja, hogy ingyen kéne, ez is gondoltam. Így is sok rosszat látok az életben, nem kell még egy plusz. Én már minden igaz, akkor 0,0.7 órája én csak fekete földet látok, csíkokba fehér, de hát azt majd a Grippi lebeszéli a tulajokkal. Az a lényeg, hogy kifizessék. Na mikor nem fizetnek? Amikor bágos a küldetés. De pont beszélgettünk srácok a legutóbbi stream végén. Mondtam Grippinek, mondom, hogy ez a cukorrépa a küldetés és megbízásos feladatos bagos lesz, akkor lehet, hogy ordítani fogok. Van lehet. Egy ilyen útgomb, tudod. Mondtam, hogy legóbb nem akkor lehet, hogy ki fogom adni magamból a nem tetszésemet. Pedig mindenre, minden full hangom van legalább. Jó, Grippikém, mi a baj? Halk vagyok, azt írják. Csatom, hát szerintem az ilyet most. Bocsánatot kérek, itt vagyok, elnézést kérek. Hála az Istennek! Jó, csak... Ha, na mindegy, hagyjuk. Mi van? A lényeg, hogy elmész, annyit csinálni szállj a gépből. Jó? Jó. Tehát kiszállsz a gépből, akkor a másik át tudja venni. Itt van, nincs az a baj, hogy elkerülhetsz, akkor szállj a gépből. Sose baj, ha elmész. Hát, mondd meg a másik. Nem én voltam. Mi? Ez megyek már, meg leszek már, csak legó gondok voltak, na. Az öreg dobozó. Elveszett egy darabhoz, közben meg rossz helyre rakta az egyiket. Hát mondom, legóban nincs olyan, hogy jelenzik, az lehetett. Hogy nem. Mert mit csinál a gyerek? Mit rak? Ez ilyen hidden side, hide and side. Mi tessék? Mi van? Ki halt meg? Mi? Mondtam, ugye? Ilyen több sorozatból áll, iskolába kaptak egyet, hál' Istennek. Úgyhogy most karácsonyra venni kell hozzá a többit. Mi van? Mi van? De az iskola adott legót a gyereknek? Igen, karácsony. Igen, Mikulásra kaptak legót. Mi csak kockavajat kaptunk meg egy darab szalámit. Hát az akkor volt. István, még soha nem játszottam az Among Us OSA. Hú, az tök jó. Nem, az nem lesz, mindegy. Among Us. Ja, az a, igen, az a hazudós játék. Abba jó vagy, nem vagyok. Mi van? Nem azokkal játszottam, jókat el lehet rajta hát jó, ja, a kötelességet hazudja, hogy ez nekem van kitalálva. Ti van okosan? Ne gyere nekem! Azt köszi, öcsém! Ezt nem vágod, hogy hazudsz. Mindegy, hagyjuk. Ha van rajta fék. Nem láttam. Na, jó, most már mehetsz. Várjál, mi akarsz már tőle? Vagy nem tudom, kérdezzük meg a közönséget, hogy lenne erre igény. Mire, hazudni? Az igény az honnan rá. Azt hiszem, mi az az Among Us. Na, házasodjatok meg. Hát sok ész nem kell hozzá, csak hazudni kell jobb. De most mi? Tehát az a játék? Lényeg az, hogy van egy adott... Gát, akár 10 fél, vagy 8 fél, tudom én. Abban van egy térkép, vannak feladatok, amiket kell csinálni, és van közte imposztor. És a lényeg az, hogy ő meg, ugye megakadályozza, hogy a feladatokat csinálják ott az emberkék. Ha valaki talál valami rendellenességet, tehát amilyen valami hullát, vagy valami akár egy ilyes dolgot, akkor azt reportolja, és elkezdik. Ha 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 ha
És akkor elkezdik kitárgyalni, hogy mégis ki merre volt, meg ki lehetett, meg hol lehetett, meg ilyenek, érted? Szóval egy nagy hülyeség az egész. Szeretnék üríteni, mert tele van a... ami tele van. Lehet majd jönni, szopkodni a répámmal. Ti van? Mennyi répát szopkodni? Te vagy az új. Ha nem csak én. Nem van én. Azt írja Lilból, szerintem felesleges ez a kérdés. Creepy úr éneklését se igényelt, így is kapjuk. Szerintem minden. Ez olyan, mint az üzdő Herkosz, ja. Kamaj, kamajom. Mi van már? Tessék. Hol vagy? Hát megyek, de hát nem megy, csak 80-at ez a fos. Én nem magyarázom, az enyém meg 8-al megy. Na jó, oké, akkor nem szóltam. Van egy 12. Azt mondja, nem megy, 80-nal megy, az a leggyorsabb a játékban, a kamionban. És az nem megy. De felpörgött a legózástól, és nem tudja így hát fel, az biztos. Szétszóltam volna az egészet, mint kismolyom az izit legszívesebben. Mit csináltak, kismolyom? Figyelj, már, húzd már be a farkadat. Ezekkel, figyelj csak, ezekkel a manőverekkel óvatosan. Jó? Hozod be, ezért csobozt, az kész, mert megszoktuk. Megint kihagytam egy csíkot, nem baj, ha nem fizetik ki, akkor már kirúgsz. Csíkot? Na, miket termesztünk már itt most már? Na, nem tudom, de ahogy elhallgatom te répát, nem. Hozd majd, vidd már, szobd már ki a répám, azt nem hallom, hogy befejezted volna. Ja, egyszer csinálnám valamit, ahol már egyszer jó. Mondjuk ilyen szép fejjel csíkokat, mint én. Nem real life-ban a játékban, de akkor úgy érzi, hallja. Érdekeli, nem tudom, mindig kéne kávét, mennyi az idő. 8 óra van. Na akkor majd mindjárt. Ugyan legyen már egyet, nincs tudod gondolkodtam, mert kellene még ennyi az szegyen. Nem az előbb is. Levettem az ujjam a duplavérre, nyomtam egy tempomatot, elmentem egy kis állni, visszajöttem meg egy helybe áll. Ugye, ha kéne 3-as után elenged, de ez még gyakorolni. Eddig úgy csak biciklit vezettem, nem ilyen piros azért, JG Sky Transformers azt az nem mondjad már, hát ezért a minibaggeret neki szoktad, nem? Hát ritkán, de mostában nem engednek bele. Mit csináltam? Semmit, csak hát hideg van, azt még akarnak bele. Ja, aki szeretek. Itt nem kell ide csíkezni, van szép csíkmentesen sikerült. Fú, ennek a, ne hümmögjé, ennek a véres, ketté baszott szájba tekert. Tök szépen, mert legózók is nézik. Büdös rohadt földes, saras mocskos, kurva, geci rohadt cukorlépának, soha büdös éjjel nem lesz éjjel. Ezután kubit fog szaradni. Akkor előtte elmennék a picsába, mit szólsz hozzá? Szeretnék Big Pongot. Miért mindig a Pécsába akarsz elmenni? El onnan vissza lehet jönni azért. Mert szereti a szűk meleg helyeket. Ja, amúgy meg lett Lilbora a Lego közben, itt figyelem, hogy kérdezted. El sem veszett, csak rossz helyre lett beépítve, szóval... Kerestük a semmit. De meg lett. Ilyenkor kell ráfogni azért egy hibás volt a... Nem van ezt, hogy kiszorra, én még úgy tanultam. A nyuszír, jó. Kérdés, akart búzát vesünk, vagy árpát, vagy semmit? Vagy keresztet. Győri kekszet. Igen. Figyelj, Hekra, ide az oda Gripit, itt már régi fölazítottam. Én beleforgatom. Gripikém, nézd meg, hogy melyik éri meg jobban. Jó munkát is, van egyik se. Akkor meg miért kérdezed ügyességet, basz meg? Akkor szerintem Lia a Matt Palinkának. Már csak azért, mert akkor tarnó hagyjuk a izét a földet. Figyelj csak, mert most ugye
nem csak az izé a magtárba lehet leadni, hanem az izébe is. Most azt hiszem a pékségbe. Pékségbe most mennyi? Mag, kérdez? Vagy mag. Nem mindegy. Mag. De nem az a lényeg. Tehát most október van. Igen. Jelenleg a vetési időszak az azt jelenti, hogy októberben búza és árpa, amit tudunk vetni. Igen. Meg fűt. Meg olajretket. Az olajretek az a teki, amit beszéltünk valamit. Na, az olajretek. Az, amit a gripi termel már abból. A fagyú mellett? Szűnj a szemet. Tessék, kamrós rohadt. Olajretek, kumró, zsír, van itt minden apukám. Csodálom, hogy meg tudsz egy helybe állni, nem csúsz fel megállás nélkül. Köcsögök. Így a szemét banda. Egy picit lemegy, igen, kicsit lemegy. Az a körbe-körbe 9-en, ez engem leabort az alagyilag. Mi csinálsz? Nem szállíthatnák, én nem tudom, azt mondta a gripi, hogy megyek. Akkor, amúgy akkor, meg elkézzem. Egy jó napot. Akkor cseréljetek. Cseréljetek szivarral egy kicsit. Szivar lépi a kamionból. Várjál már, elmehetek, van egy 20 másodban, elhagytam a legomba, az jó? Igen. Jó, jó. Azt annyi idő alatt nem találod meg? Azt mondja, hogy elhagytam a legomba. Akkor csak. Nézd ki az ablakot, nézd meg, hogy nevet kirattad, jó? Mit? A legót? A legót ablakot. Ja. Aha. Tudom botont, azért mondtam, hogy nem, akkor inkább elmegyek a picsába. Húha, Nilbor. Sajnos tudatlanságom van, én nem ismerem ezt a dolgot, de még nem is hallottam erről, meséről. Sajnos, vagy történetről. Na most akkor mi lesz? Aha. És hogy sikerült? Igen. Itt vagyok. Rá, tolkodon akadta, de ízi a Lego? Nyilván kellett neki egy kis kenni. Kenés, így van, technik van folyamatban. Ivar! Tessék! Lép ki a kamionból, légy szíves! Elbetűvel. Nagyon jó. Egy is. Gripi. Menni vagy. Szivar. A föld közepén áll. Jöjj utána. Halló, halló, szia Tamás. Na, ilyet én is tudok amúgy. Hát azt akkor miért nem mentem én, azt jöttél volna te utána. Rohanjak a kamion után, nem még ilyet? Nem láttad ott azt a traktort? Nem. Te ott áll. Ügyes vagy, megállok hozzá. Ülj be abba a traktorba. Jó? Hát abban már ülnek. De nem, mert hegyi. Ja nem, csak a tetején van. Jó. Jól meg a tabot és be fogsz. Hogy mondtad, Grip? Hegy is. Bocsánat. Hegy is. Juss eszembe, domb is, hegy is. Mi nem? Én mást akartam mondani. Aztán én még fussak, hogy ügyek már be melléd. Hát de hát nekem is ezt csinálta. Hogy tudom, hogy mondd, rava kell jönnöd. Hát mi hasz, ha beülök, úgy nem tudod mutatni. Ne. Ide kell elhozni. A leszázalékot társaság bőnyék. Azt nézd meg, hallod? Átmegy a kamionban, a füvekézet fölve. Fogyál már be. Most én benne ülök ezzel, mit kell csinálni? Üljek benne, az kész? Nem, dupla V. Tudod, olyan, mint a BF. Nem dupla V? Akkor melyik? De tempomat. Na tiéd, ide kell hozni a cukorrépát, amit Hekitől összeszedsz. Várjál, megkeressük a Hekit, de nekem miért nem írják ki a neveteket? Na, ez nem tudom. Nem és tudom. Egyébként a Heki a 30-ason van, jó? Majd akkor az így fog. Nem tudom, melyik vagyok én, 22-es.
Hogy itt, itt vagy, bazd meg a 23-ban. Hegy is, hegy is, hegy is. Olyan vagyok, mint, olyan vagyok, mint a Bóti Pálinka, erős 30-as. Gyere. A szar. Az 55-ös, az a tuti. Az már nemes. 45-46 az elég. Nem hallottam. Ez is írfász, Ivar, hát ez egy mint a panik. De most már mondhatom őszintén, negyed mérföldre élek. Aha, na az a lényeg, hogy össze kell majd szedned a cuccot, kedves hegy is. Várjál már, belém jött egy Opel. Miért mindig Opel? Most már Peugeot. Nem tudom, piros. Mert sosem Opel, vagy mi? Hát ez minden az elkapott. Na nézd meg, hogy de ugye szivar, milyen izgalmas meló? Ja, ilyen foltokat azt direkt ki kell hagyni, vagy? Hát, nem, azt le kell szántani. Fekete legyen az egész. Hát csak hogy egy-két helyen van ki, hogy, vagy csak az a kérdezem. Az, nem, az az olyan volt. Ja! De majd te bebukolod. Az a dalmat a föld. Azt hittem, hogy az a minta, hogy ezt így kell. Azt mondom, hogy Miki neki egy kuba esetleg. Oda fogom tavarni. Megvettem egy jelzőtábla. Hány lóerős az a postalista traktor, amiért kiéthetik? De majdnem 300. 2900. Hogy ne, ne. Na, a 100-as kodából is jó. Mi a baj? Beszélj hozzám főni, mi van? Nem vigyel ezek így. Tudod, hogy vegyünk új traktort. Fejlődik RPP. Vagy akkor mindig, teheneket veszünk. Mindig új traktor, hát soha nem lesz pénzünk. Valaki rábukna a répámra? Futok! Gyere, Hegyiris, gyere, várlak sok szeretettel. Várjál! Probléma adódott a... Semmi, minden jó. Új, csak szépen ide mellém, jó? Szépen. Gondolom, fel vagy ráakadva? Lassíts, jó. Jó, figyelj. Rád engedem, figyelj. Kicsit közel állsz, Nem, vidd az pont belemegy. Látod, öcsém? Ez a profizmus. Engedd belém. Hát kaptam egy kis dölésszöget, de nincsen semmi baj. Ez azért van, hogy leverd a sarat. Aha, értem. Na, hogy mit zúgálél? Hát figyelj, ezek... azt így is tudod csinálni, nem? Nem. Ha tele van, akkor mi van? Mi van tele? Akkor előrébb kéne állom, amikor tele van, nem? De... Ja? Elfolyik, teszel ki a gépből, hogy dolgozol. Elfolyik. Tessék. És oda hátra, most fél izét figyeljek el. Kedves Heki. Vidd el. Ja, most megnézem, hogy dolgozol. Tessék. Ezek az ő csíkok itt mik? Azokat neked kell felszokkodnod. Felszokkodok. Oh, már zöld is van, fehér, ezt te gondolod. Felszedem majd, csak az elmaradt még, nem. Tudod, hozzá kell szokni mindig a géphez. Nem úgy jöttem ki én is anyámból, hogy mindjárt együtt szép marhapörköltet főzök. Pacalat, a pacalat uti. Az is jó. Én azt is szeretem. Jó kis fatírtörő közé, én is ilyen jó az. Az a fatírtörő közé, nagyon jó. Az ömik egy kicsit beles, kicsit szaros, abban van a vitamin. A jó melemek. Nincs is jobb, mint egy kis reggeli nyomó elem. Azaz. Ó, baszki! Tényleg, Hegyistre jártál már? Úgy, mert én már jártam, úgyhogy Kádon véletlenül belejtettem az elemet és lemerült. Miben? Azt hittem beleszartál a Kádba. Ilyen. Grippi, mit mondta? Hány lóerős a szarod? Attól függ, hogy nyomja. Hogy mit evett. Közben jöhetni egy 40-ne. Felakadta? Várjál, megvesz a váltó. Várjál, megvesz. Én tuti megvesz. Ez az elem lemerülés, ez olyan, mint mikor a búvárt is felhívja a feleséget, tudod? Mondja gyorsan, mert lemerül. Ezt sírhatnék el, gondolom. Haza akarok menni. Ott hol vagy. Neki a hatok nálad. Gyere? Ja, sem szóltak mi. Hát figyelj.
szabályokkal lehet. Ez már megint jobbra előz. Állítólag elmondásra szerint egy speciálisan alszol. Igen, hátok. Na ne bassz! Ha még csak hátul aludna? Tudok hason is. Szóval variálod? Cseles! Ez egy ilyen biokozmodiszk, tudod. Aha. Ubió. Ja, ubi az jó. Te bazd meg, láttad, hogy valaki hídon keresztbe áll? Nem igazán nagyon szoktam sorozatokat nézni, meg filmsorozatokat, meg pláne nem, inkább animéket nézek. Én nézek sorozatokat, mesélj. Nem, kérdezte a... Jó öreg, Xena, ó, az ott van. Már is frisbee, az nem az. A Gabriel az jó kocik. Hát a Lucy Love lesz is az éla. Na. Nem, a George Clooney azért, az se piskóta. Na, mi? Nem, mi az ki? Hogy ki halt meg? Mi van? Mi már meghalt? Mit keres az a izébe? A Xenával. Nem tudom, faszom, egy hete olvastam valahogy. Valahol árulták a felfújható George Clooney bábukat, azt úgy megmaradt, hogy George Clooney, ennyi. Ja. Nem azért, mert rendeltem hármat. De amúgy a mai napig nem értem, hogy ha egyszer csináltak egy olyan sorozatot, hogy Xena, akkor mi nem lett a második sorozatnak az a nevű Xalma? A Xena 2. Na? Nem, Xalma. Egyes szarom folyiknak. Én el akartam mondani, tehát nem is tudtam rá, csak Xena 2-vel azért kontrázni. Heki, ami nem megy, ezt nem kell röltetni, tudod. De legalább a széle, baszd meg, nem nyugdíjcselek, meg jajgatok. Jó, akkor nekem muszáj lesz beköpnöm a Hekit, mert csak 72%-ig van megrakva a kamion, tehát pazarlunk. Igen, üzemanyagot pazarlunk. Vagy mivel megy ez a fosztalicska, piós? És még adlút is. Pazarlunk, mikor adlút. Azt is ad. Az adnú az egy adalékanyag, az üzemanyag. Van létezik olyasmi dolog, ami nektek így tetszik? Vagy valami úgy elsőre el lehet így fogadni? Vagy valami? Sorolni? Hát én egy sört. Az asztalomat szeretem, a tévémet is. Egy sört, amit jó. Közösen vettünk? Matek óra. Matek óra. Hát lassan egyszer csak majd meg lesz. Egyszer csak. Már egy órája csinálom. Fú, azt én is nem kapkodol el. Nem egy ideig bajos meló. De mondom, ha bajos lesz, akkor... Na, gyi! Gribi, arról kell bemenni abba a szarba, amelyről te mentél, vagy tök mindegy, melyik oldalt megyek be? Tök mindegy, hogy melyik oldalt megyek. De majd ki fogja írni, ki fog adni egy kis izét, egy ikont, tudod, hogy I betű, hogy kiengedd az anyagot. Letöltés. Hogy itt a külje. Azaz, itt a heki, itt. Ezt sem mit csináltál, te hülye? Megnézte, hogy szívom a fehér port. 3-asból 2-esbe váltottam 4-es helyet. Upa, baszki! Fuck. Most a fakivágás is vállalunk. Az is lesz ebben a játékban. Kész. Kérem a pénzt. Ja, már így egyből. Én már tesz artalicska. Na, hogy áll szivar? Én nem néztem meg az előbb 2 centiről. Hát, ha alakul lassan. Az de biztosan. Valami, az valami szappon opera? Tisztán. Ennyi fehéret felszipókázni azért, tehát ez idő kell. Jó vadangya. A Natália orális? Az. Orálió? Orálió, heki ne, Oreo. Nem nézett ki rosszul. Hát... Jobb, mint a felfújható George Clooney, nem? Akkor meg nekünk jogos. Megér. Jogos. Hát de hekinek a... Én mindig nem értem, hogy jött ide a felfújható... George Clooney. Én sok mindent nem értek ebből a beszélgetésből. Nem baj, azért erőltessük, hát egy közös nevezőre jutunk. Nem, megint ezt kell csinálnom. Mit kell csinálnod, te szegény? Támpa. Ó, Istenem.
Te menj már föl, te szarrakás! Ha itt vagyok, te nem megy, bebassz meg! Egyszer elfogy srác, egyszer elfogy a répa. Az idegrendszerem is. Gyere majd a szivar, toljál már be, vagy mit tudom én. Ugye, ha lendületből kell menni. Ja, és miért kell minden lendületből bemenni? Hopp, megint egy fa. Izé, bója. He? Nem tudok bán ebbe a szarba. Gyerünk most! Az! Nem bán, most minden. Megy az, csak... Megy az. Akkor miért nem írok? Nem is elsőre, de másodjára erőltetni kell egy kicsit, tudod. Ha nem jó, akkor köpi oda. Hát most majdnem mondtam valamit, de szerintem így instantban kapték mindenhonnan is. Mondjad csak, szupa fülek vagyok. Köpi oda, akkor bemegy, utána hív vissza az óvodába. Fúj. Hát a régi öregnapi szar, az ott volt. Áttörés, nem. Ja, hogy odaírja ki. Most. Ez az. Na, szívjátok ki. Az az. Úgy az így kijöntöm így magam alá. Ha valaki majd felszedi. Persze. És akkor most menjek vissza a hekihez? Igen. Behordulcs. Még vagy tízszer. 90%-on vagyok. Gyere a répámért. Azt mondod, lassú vagyok? Nem. Hekia túl gyors, Mr. Hurricane. Mr. 2 perc, mi? Azaz. Erre megyek, erre gyorsabb, nem? Túl gyors vagyok? Csináljam lassabban? Ha? Nincs az Isten, bazd meg. Inkább csak szokom hajtok egyben. Azért ez nem fogy, ha itt megyek körbe-körbe, de... Vagy tudod, mi a tomát neked? Aki legúzik, így jár, utána lekézik. Hoppa, baszki ház! Nem napad meg. Minimumot ilyenkor nem érnék. Gyere a papához. Gyere, hát is várok. Futok. Rád. Én meg szal... Ja, igen, én is. Szeretném odaadni a répámat, gyere. Jó van. Várok a répára? Gyere, hamar! Nézd a minimapot, ennél gyorsabban menni. Mondjuk én szerintem könnyebb vagyok, mint a szivar, mert már 83-mal is mentem, igen. Aha. Én meg azt mondtam, csak 80. Aha. Biztos, hogy egy kis, hagyott akkor... egy kis répát az a az a legurnak a súlya. Nem, szivar kakival volt. Nem, akkor kaki nélkül volt. Tényleg hol a picsában vagy? Várjál, már nekem jött valami fogár. Már ilyen sárga autó. Izé. Kacsa. Mert szabálytalanul hajtott meg ilyen. Maradjunk egyébként, hogy látom, mit csinálsz. Nem látod, mit csinálok. De látom. De én meg jodát tanultam, nem látod, mit csinálok. De látom. De van, viszont hát, az a baj. Szitekhez. Az a baj, hogy a traktornak a teljesítménye nem teszi lehetővé a nagyobb. Ekkor használatát. Hát igen. De az előbb még 40 ezer eurónk volt, hogy hát 27, mire költöttétek? Mert a főni küldi a lóbét már megint. A plazma TV meg fiszen faszol, mi? Igen. Én meg maradjak az úton, mi? Ha! Igen, dolgozz. Kérte egy másik a töcsém. Ne foglalkozzál vele. Whee! Jó. Várjál, tudom, egyenesen kéne, várjál. Hát... Mondjuk azt, hogy laggolok, azt hátra helyzi bárki. Ja, az az volt, csak nem tudom miért. Igen. Ja igen, laggol. Várjál, hol az egyet? Megyek már. Úgy, úgy. Várjál, tudom, távol lesz, tudom. Hát ez egy kicsit, igen. Várjál, gyere, tudom, túl közel, várjál. Gyere, gyere. Jó, de úgy is jó, nagyon jó. Na, látod? Látom. Megy a répa. Addig ide kap, kilak. Vagy szeretnénk nagyobb traktort venni, de nincs pénzünk, mert mindig valami hülyeségre kell költeni. Hát, te kezedben van a büdzsé. Hát tudom, de hát ahhoz, hogy haladjunk előre... Igen? Bérelni kell gépeket. Kellett ez a hárfokozat? Kellett? Kellett. Kellett? Kellett? Jó. Kellett. Ennyi? Te 90%-on vagy én csak 72? Elmegyek, azt elmondanak a Pipinek.
Menjél, szia. Nem bírok, menj már előrébb egy kicsit. Persze, hogy megyek előrébb egy kicsit. Hát mert nem megy elő. Hát egy kicsit felakadtam. Rükverc. Rükverc. Meg ezt a traktort nem lehet eladni, Krisztián, mert ez a Heki traktorja. Kap be! Amit kisírt magának. Na. Aztán... Csinálsz! Bepirosítom a buzádat. Vagy mi az répádat? Aha. Vattam esti porthoz? Mi a pálathoz kis kutyafülét csináltok? Á, ne foglalkozz vele főkni. Ő megköltött, én megközöntem. Hosza. Az is volt. Okay. Ide van írva az oldalom, 3 az 1-be. Távozáskor tusolhatsz, törölköző is van. Tényleg itt víz van. Ja, megérődik. Belemész kis tóba. Kis tóba. Jó lesz ez. A 22-es nagyon kanyarog. A 22-ben két ív is van, tudod. Van két ív, meg egy egyenes. Meg egy évi. Tényleg ma olvastam Nostradamusnak a jósatát 2022-re, mind meghalunk. Már megint? Én már mondom. Nekem valószínűleg elég volt. Meghalunk azért, mert jön valami tűzcsóba, tehát meteorit izé lesz. Meg azért halunk meg, mert lesz atomreaktor, vagy atomtámadás is. Atomreaktor. Ripi, Hatsz néve vannak a reaktorok. Nem, de hát ugye most kérdezem, ja, meg ugye infláció lesz, beszakad a dollár, mindenki is ilyen hal. Na várjál, de akkor a dollár hol a két függéleges... Én ezzel a testen egy hónapig kívülök. A két függéleges vonalnál elszakad? Aha, igen. Aha. Én is. Figyelj! Én annyit mondok, hogy bármi ilyes bekövetkezik, akkor az legyen egy szemvillanás előtt, meg legalább egy órával előtte szóljanak, hogy az utolsó egy órát még úgy kellemesen eltöltse az ember. Heki, én megmondtam, ha bármilyen történik, zombi apokalipszis, vagy mindjárt meg tudom beszélni, vagy bármi, gripit fogom legelőször felzabálni. Milyen? Nem tudom, olyan fincsi. Olyan guszta, mi? Mi az, hogy milyen, akkor téged zamálok fel először? Na ugye? Akkor már van az ott, nem? A szasza. Hát, kicsit piszkos a gép. Tényleg? Lehet azért, mert nem áll egy helybe. Az előbb egy helybe áll, pedig útközben szokták azért feltankolni, nem? Nem feltétlen mindig. Ja, most hello, nézem, Bence. Amúgy azért fogy a nafta belőle, elég szép, nem? Nekem is kéne tankolni. A batrakutóta nem kell tankolni, vagyis egy teherautóban nem hiszem, hogy kell tankolni. Nem, mivel megy bazd meg napfénye? Hát hol tal? Nem tudom, sárga. Ja, nem, zöld. De hol? Felé jön? Hát én most éjszakra. A D-nél, N-nél vagy az R-nél jár a zöld sík? Nekem csak egy zöld sík van. Amúgy 3/4 van, csak szivatni akartam. Azt tele van. Nincs tele, jó? Hanem négy nélkül. Hoppá, mekkora poén ott repült, figyeld! Most fordítva állok be. Mi volt ez? Mi volt ez? Nem figyeltem. Nem csak a szerver laggal, az agyad is. A szokott, főleg ilyenkor, mint éjszakás voltam, azt... Már mondtam, mint tőlem, ne kérdezz vissza, mint instant elfelejtem, mint mondtam. Amúgy arra kíváncsi volnék, ha ilyen egy műszakban dolgoznál, akkor mire fognád? Tessék! Hát, hogyha csak ilyen egy műszakban dolgoznál, akkor mire fognád, hogy... Nem szállok. Hát már most majdnem befejeztem. Basszat, a szemből nem lehet, de... Tulasd vissza! Visszabírod, babám, gyerünk. Akkor majd föl neki. Nem, ez szar. Ki szálltál? Már régen. Nem lesz a passál már, hogy ez a baja. Meg kell felállni a területek tömörítő deaktiválás. Mi a baj? Ha, mennyi... Nem magyaráztad meg, Ripikém, a késésnek az okát. Mennyi fagyalófecske van itt, bazd meg?
fagyálló fecske. Hát akkor varjú, na most nem mindig. Én nem azért varjú meg a fecskének a tapja, hogy fagyálló. Hát mert az télen, a varjú az nem megy el, ugye? Ivar, van egy traktor, repül. Most hova viszed a gépet? Tibor, van egy zöld traktor, ülj bele. Na. Az is szánt. Száncsál tovább, jó? Most majdnem felszipókáztam én ezt a sok fehér port erre, itt nem se. Kisebb ilyen izé nem volt? Nem, úgyhogy hajrá. Hát ebben a kérdésből van tudom, hogy jön a szituáció. Miért? Persze. Azt én csináltam eddig, úgyhogy behallgattam. Ezt a két sort? Te hülye majom. Több az. Jó, három. Ne hülyítsé már. Te szoktál ilyet csinálni. Nem fogjuk boton, de hogy nem. Kibírja. Ezt a pár csíkot, mire fölszedem. Kibírja. Ujjjjjjj. Kukoricát nem baj, ha legyaktam? Ha meg nem, akkor szólok a többieknek, az kézzel kirángatjuk. Én szoktam. Jól van. Egészségedre. Egészségedre. Én még régi módi vagyok, mi kézzel szedjük, jó? Úri. Én a cukorrépára gondoltam, meg a krumplira. Aha. Azt mondtam, mire gondoltál, az volt egyéni szociális problémád, jó? De a krupit aztán mezével? Krupi forgató vállával, vagy esetleg ásóval? Te nektek volt erre pénzedek. Az megint egy rohadt Nissan vagy miatt nekem, ez menj már innen. Azok vadállatok azok az úton, engem olyan szinten fel tudnak idegesíteni, hogy ez... De nem lehet nagyon tapos, gyöttem egy csík. Nissan, az meg baseball zütőzni, vagy mit tudom én. Nem, nem. Hát nem is az a baj, simán lelök az útról, tehát... Itt az a baj... Az nem kérdés, mi az a baj, az útról. Hogy ezek a járművek nem félnek a nagy géptől, érted? A nagy gép se tőlük, csak így, hogy... Ja, oké. Ez mekkora kekszöcsém! Győri? Oreo? Az... Magosan is. Az nem Oreo. Oreo. Vagy hát nem is hiszem, hogy nem is a bajt, hanem az Eke a pár alapjáraton izér is csinál. Tövöri is, tudod, a nagy Eke. Igen. És csak úgy lehet, szerintem csak úgy számolja el a küldetést, hogyha csak szántó van és ti is bevelítve. Konkrétan a sárcok... De melyik oldalra állok, Abi? Nem. Tehát konkrétan a másik oldalra álljál. Területek a másik oldalára, a hegy is. Hogy? Ja, jó estét! Ott lesz majd tele a cucc, jó? Az sem mindegy, hol raksz meg. Tudom, akkor nem volt jó az Eke, Gripikém? Szerintem nem, mert csak az Eke a szántást számolja el. Azért meg nem. De ő adta azért a cuccot? Vagy... Nem, a miénk, egyszerűen. Hát akkor ezt most így el is adavattuk a két. Akkor elbasztad. Hát a fele gondolta, hogy ez így az. Igen, és a késésünk oka is gripi volt. Heki bejössz ide már. Mindjárt. Felveszem a sort, jó? Megengeded nekem? Engedd már meg. Hideg a víz. Meg, nem bajom, hogy egyszer majd meleg lesz. Várja. Ma melegszik. Na. Tedek, én csak 92%-kal vagyok, jó? Most tudom, hogy akkor most tele akarsz venni. Hát persze. Nem lesz ünnepom van, vagy mi? Nem, azért be ide jöttél. Ó. Oh. Kimerett egy csík. Hát olyan előfordul. Tudni kell, hogy minek mi a ezért. És mennyi mire telirakod magad? Ugye végéig? Most. Ne basszál már föl! Hát bassz! Várjál! Szóltam? Várjál, rossz luk! Várjál! Szóltam! Na, inkább akkor fordulj rám még egyszer! Azt csinálom! Nem lesz jó! De jó lesz! Nem lesz jó! Nem érzed!
Én sem, várjál. Nem is baj, nem is baj. Úgy tanultam, hogy akkor gyere kell menni. Fordulj egy. Várjál. De az a lényeg, hogy be kell melegedni a gumiknak előtte. Mit csinálsz? Mondom, bemelegítem a gumikat, tudjuk jobb, könnyebb átönteni a répát. Így van, a földön. Ah, meleg lesz. Nagyon jó. Töltsd belém, te állat. Kapod, kapod a répát. Három az egybe? Nem fogja a fotón, nem fogjuk kikapcsolni, hiszen már túl vagyunk, mert... akkor nincs, ami felbassz az agyamat. Már megint ez fordalom véget, tiszta? Hülye vagy, én elmegyek vele, taposztam már. Opel, Nissan, még valami kis sárga genyő. Az jó, ebben nincs Nissan, csak izé. Figyelj, ami kék, az Nissan, kész. A piros az Opel, a sárga az meg, nem tudom, Bokár. Ja, az Citroen. Kacsa. 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 Várjál, nekem most én ezt így leöntöm a földre, tehát kiköpöm, akkor mondhatom, hogy bundát. Ne. El nem baszd, mert nem kapok meg érte a pénzt. És én 4 órát belehasztam ebbe a cukorépa közösségbe. Isten bizony... bocsánat, Heki, ebbe a poén volt, amit nem akartam kijönteni. És látom, milyen sejmes hangon mondom. Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy megnyugtattál, mert... mert most öntöttem ki. Az ideg szálaimon táncol ez a tűnő. Jó, mivel lehet főszedni az útra? Mit? A répát. Van ilyen répa felszedő valami? Mi az a csend? Köszönöm, ez lesz az a pillanat, amit majd megnézek, hogy Hekinek egy, hogy tényleg tagad-e az ér a fején. Semmi nem, csak a fején tagad az ér. Miért, hol máskor kellene még tagadni? Én a nagy lábújatra gondoltam. Én a kicsire. Ja, te láttad már neki, vagy ilyen? Mármint a lábújját. Hagyjátok a fasz! Jó van, Vipi a tiéden van köröm. Aha. Fúj! És a lábújjadon? Azon is. Most mondasz, hogy fested is, ahol. Igen. Az volt, hogy nyitott ablaknál játszok, és így konkrétan megint. Hát szóval így leadom, addig Hekke az újra kumpálja meg. Igen, aha. Háromnegyed dél van, aha. Jó. Igen. Így elvéd idő. Ez az. Én aszfaltról felcsipegedett cukorrépát fogok enni. Én készen leszek a répával, azt is így kell egy kis hatásszínet, az sem másfél óra csinálom. Ez hihetetlen. Na, a nőkné bejön, folytasd. Ja. Még egyszer ilyen feladat adsz nekem főni. Nem tudom. Gyere akkor szántam. Gyere csinálj vele. Ezzel a két gerebjével itt, ami utána van kötve. Aha. Aha. Egyik kutya másik ér. Nincs üldözési mániám, de szerintem engem valaki követ. Én jövök, igen. Az meg kontrollt kaptam, érted? Megy az ellenőrzés. Oda figyeljé. De ezért nem haladunk, az emberek után kémked. A bikini mindent áll. És levon. Hoppá. Hanem akkor bagoszolni. Négy öt fogás van még a területem. Körülbelül. Az már az jó. Itt se sokkal van már több. Aha, ja.
öntöm be a főn, öntöm. Nem, nem kultuszed is, nem. Nem. A picsába elhagy egy sort, he. Na. Hogy mondod, Szivak? Halló? Halló? Péter? Itt vagyok Nem megy a sorába. Ez a hülye traktor. Nem csak az a lényeg, hanem mögött a zeke. Hát az. Azek szorosan követi a traktor, úgyhogy... Na hát akkor a pozíció, nem? Szélárnyék mi? Nem engedheti a traktort rájúra. Rázd a picsáját, rázd a picsáját. Ott is Santos megmarad a zöld, hát ez... Verkelj a zekével a picsáját. Azaz. Jár vele, mint egy gyors szivar, jó? Hogy micsoda? Jár a jutani lóst. Jó. Nyílik a lyuk, a hajlik a messző. Hol vagy, he, kike? Meg vagy. Jövök a buci. Dopok a lépákkal. Figyelj már. Énekel, de ezt is létezik. Van egy kis probléma. Tessék. Ez nem tenger alatt járhat. Na, mi? Öcsém, hogy ezzel nem bírok mondani. Most valami olyan belementi a vízbe? Belementi a tóba? Nem. Ha nem. Ezeken van bont a tóról, vagy valami? Táljál ki, légy szíves. Kiszálltátok. Aha. Ja. Felesen ezt tudok szállni, vagy már. Neki kihúzol. Na szopassál már, az... Mi? Mivel? De hogy mentél? Ha mivel muszáj? Hát Zali, mentem egyenesen az úton, azt itt elmette egy tó. Aha, ja, mi kipróbáltad, hogy bele tudom menni, át tudom menni a vigorán. A fele. Az meg, de nem, nem lehet. Nem lehet izért, én ezt torolni a gépet, vagy valami? Nem. Az baj. Jó, akkor ugyátok abban a traktorban, ami van izé. Hát ezt levonják a fizetésbe? Egyiken sincs pót. Nincs el most egyiken sincs pót. Nem vagy meg. Amarul vagyok. Öcsém, mennyi van még el? Hát ezzel nem végzek estélyesen. Ezzel? Hát ez kizárdolog. Évveszedek fel, vagy valami, bazzeg, hát ez... Kitartás szíva. Csatlakozz be a beszélgetéshez, mondjál valami okosat te is. Hát szó segít. De most engedünk. Beszélhetsz. Pont a faszban van az a kurva teherautó. Hát erre innom kell, ki kell mennem sörül. Nem, pisírni. Ügyözni. Bérizé? Bértudsz? A kamion? Igen. A kamion a miénk, és el akarunk menni vele. Jöttél látsz, hogy vissza? Jöttél látsz, hogy vissza? Te föllazítod. Aha. Föllazítod. Halló? Török? Vissza kell állítani. De hogy kell visszaállítani? Ajaj. Vissza, na jó, áll. Hát muszáj kimennem, mert... Prémium megvan, ha? Olyan jól nézni, táncolsz az asztalnál. Fúj, láttalak belülről. Dominik, azt írja, hogy vissza tudod állítani a kiválasztott a menü térképen. Vipi. Nem. Azt írják nekem itt a csetem. Próbáld meg. Hozok vizet. Jó.
ennyi tóba még akarsz hozni vizet? Minek? Ja, már elment vizé. Jó van. Hát egy kicsit dzsuvás a gép. És most várunk. Köszönöm, a kész leszel. Mert nincs... Mivel elvinnék a csomót. Nem baj az, az a jó. Sikerült, hát a teherautót igen, de a fótkocsit ne állítja vissza. Megnézzük, hogy egyáltalán bele tudok ülni. Faszott. Mi az? Bérelni kell egy túró fótkocsit. Na, úgyis olyan sok pénz van ma. A tütös picsába. Tényleg, 72 000. Hát ne, hát azért mondom, hát... Csapjuk a picsájára, az már sok tekint. Ha ezek az előbb 21 volt csak, hát... Gyere, az... kőnsd a számba, elviszem lábam. Juss ki a pólódat, tudod, ötjén. Tehát, amiatt te nyújtad a pótlagot, maradt néz, most hogy van? Igen. Kivenzően százalékban vagyok. Kettőnek is? Igen. Itt van a kamion a boltban, tabulátorra nyomtott a üzőt. És hama a futólépésbe. Lehet, hogy meg ezzel ne álljál bele a vízbe, jó? Hogy lett 67 ezerünk? Tehát ha belemegyek a vízbe, akkor növekszik a pénzünk? Nem, nem megy be, nem. Igen! Ikrázik a lóvé. Igen. Ezt a hír, mondom. Azt mondja, hogy érdekes, hogy úristen, le is vagyok izgatva. Na! Azt meg úgy hívják termosztát. Most meg belém jött megint egy opár, azt... Ja. Egy a lényeg, vízbe nem menjünk be. Hát épp a hídon, de ezt én nem akartam mondani. Na. Üres volt a tó, tehát leadtam. Hála Istennek? Hát még az a szerencse. Az meg. Meg magához lépte. Most no, próbáld meg úgy, hogy teli van. Rákattintasz a kultkocsira, és azt is vissza lehet. Próbálkozzál már fő. Most úgy próbáld, hogy tele van cukorépával, hát hogy több pénzt ad. A víz. Na. Ez már mindegy. Véreltünk egyet. Na, mondom én. Ha segít, csukd már be. Egy is. Mondjuk, hogy meg különben nem tudom építeni. Te integetek. Integessél. Ha ne várj, mert még megállok, érted? Kicsit közelebb állnál. Azaz. Most jó lesz. Szuper. Ebbe fog megöregedni ebbe a gépbe. Basszátok meg. Ha te mondod. Csináljátok itt a hülyeségeket én mellé. Már lehet, hogy rég végeztem volna. De hogy is. Hibás. Ki a hibás?
mindig más. Ez folyó tudó réve, hogy nem tudja. Már nincs a dombabót. Rögjük fel egy másikat. Nem kell, köszönöm. Így tanul az ember a hibáiból, tanul az ember. Én hibáztam, te megtanultad. Hát, igen. Szóval szívesen. Köszönöm szépen. Minden nekem kell csinálni. Egy nevelő hatással bírsz rá. Hatással na. Kuckuc. Nem te mehetsz alapok? Hány köröd van még, Heki? Négy. Expert köbök. Ki van, te hogy állsz? Hát, mit, nekem is négy, csak hogy mit tudom, hogy 24. Aha. Tehát van egy szorzó. Igen. Jó, jó. Ott ja, lehet benne kompozni. Igen, bizony. Ebben lehet kompozni. Mi az? Mit csináltál az előbb? Szórakoztatom magam, mert szántok. Ha? És mi lenne, hogyha minket is szórakoztatnám? Te önzítők. Én tudom, most hova rakjam a pótot. Hátra, sziklára, hegyre. Hát én feltűnt izgatnak nekit. Hú, azzal a szomszéddal azt nem felejtem el ezt a sztorit. Tart. Tart. Nem is igaz. Fecó is szokott szépeket látni a szomszédba. Igaz, az átnéző a szomszéd házba. Igen, szép időn van amúgy. Azt nézem. Tényleg. Na. Na megint nézelődsz munkahelyet, és igen. Most kezdi el számolni, tehát konkrétan a tömörítőt, azt leszok a tömörítővel, a srácok plusz melót csináltak. Rözsgálosan, de komolyan. Nem baj, Főri, szép volt, csak én égetünk 10-es pi. Hát de bazzeg, a fene gondolt, hogy a tömörítést így beizélő. Hát meg van adva a feladat, akkor a feladatot kell csinálni. Nem kell pluszba mást csinál. Te hülye májom. Hallod a hangsúlyt, vagy májom? Mázsom. Mázsom. Pláne. El kell volt felrakva a traktora. Érted? Csak volt egy plusz lehetőség. Aha. Nem kértek lehetőséget, ezek szerintem megbízunk. A fene se gondoltál, hogy a plusz lehetőség nem kell a... megbízom. Nem, ezek nem terhetetlenek, érted? Nem kérték. És nem is fogadták el. Visszadották a picsát. Nem baj, mert nagyon ebből jó is, kis ebből is tanul. Így van. Itt szántani biztos, hogy kell? Ahogy a vizen járó kollégától ugye tudjuk ezt a... 47%-át tart a szivar. Ó, mondom, én mindjárt kész vagy. Az már a fele! Majdnem. Nem a fele. A 47 az már fele. Hát az még pálinkában is kevés. 90%-on átszállít a srácok. Mi? 90%-on a répából átszállítva. Még lesz de egy... Az előbb is annyi volt. Én nem ilyen. Nem rossz erre ütöttem, nyugi. Jó. Na-na. Na-na. Ne izgass fel a Heki. Az előbb 80-valahány százalékon volt Heki.
De én amikor néztem, akkor még az előző kanyarnál, akkor már 90 volt. Akkor hogy van nekem az útnak? Mert én csinálom? Nekem az útnak, hogy jobban érezzem magam? Lehet. Neked a... igen. Ja. Én néztem. Igen? Még egy kicsit ilyen érdekes nem tett. Az át... a kirakodás pillanatában teljesen más a százalék, sarány, mint amikor izé van. Mint amikor bemülsz a... amikor szopkodom a répát. Igen. Aha, értem. Na. Öcsém, nézeg-e? Hát már másodjára hagyom ki egy sort. Na, most ezt adom. Odinak a traktorra sem egy kandalucot bírálni. Mi van a traktorjában? Nem nagy kaland. Ahogy, hogy nem nagy kaland. Hát erős, és akkor kávé ami van. Mint egy újkori... egy újkori rápas Tigerrel volt. Aha. Hát azért vettük, hogy a... nagyobb dolgokat elhúzza, nem? Ja. Hát az volt a baj, hogy nem bírja ezért. Ez a két. Azt elbírja. Na ugye. Mikor tartasz meg, Heki? 90%-on vagyok. Nagyjából kalibráld el, hogy mikor lesz terem. Adtak jó ezzel az egész. Most, ja. Egy órával ezelőtt, nem? Az már múlt héten is te így voltak ilyetve. Itt azért vagyok, hogy köpjek el. Nem lehet. Mondom, hogy a menet szél. Beérződik a munka, tudod. Hát büdös vagyok. Nem. Én szóval se. Hát szóval szokták, hogy nem fűnt a rakban. Na kérem. Elindítál egy a pöcköd? Nem. Végeztél neki? Esze van. Dehogy végeztem. Jó. Hűre csaljon az a szálltás, ki csinálta? Nyomja neki! Nem szok, miért nem szokták kiszállni a levegőre? Nem. Nem láttam, hogy izzad meg minden, meg elfogja. Csöpögni a... El vagyok zárva a külvilágtól. Nem jöhet be a hülyeség se. De hogy nem. És nem is mehet ki. Tényleg nem mehet be. Nem mondtam. De te tényleg okay, mehet. Hegyek! Végtelenbe is, megy már! Ez ugyanak nem merted volna rakni. Ja, valóban. Valóban. Csak szabad úgy át. Görögök ültök a valóban. Mindádi az nem jó szó. Szivar. 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 Na, mi az, mi az? Elaludtam cseppet, mondjad. Kérlek, szállj ki a bulatra. Oké, ki is szálltam. És ki vagy rúgva. Én nem mondanám ilyen szépen. Nyomd meg a tabulátort, kérlek. És utána vagy kirúgva. Most visszaszálltam ugyanabba. Még egyszer nyomd meg a tabulátort. De miért tabulátort? Most Hollandiában vagyok. Na, ez jó. Na, itt legális a fű. Igen, én még egy tabulátort. Még egyet. Nyomd meg a tabot. Még egy tabulátort. Na, hát ez se sokkal jobb. Mert nem emulátor. Mert akkor azt mondaná, hogy emu. Akkor balra-jobbra nyíl. Na? Balra-jobbra nyíl. Így pont be van állítva, így menjél, és akkor annyi, hogy akkor menj át a másik oldalra, ott is van már megkezdve a történet, jó? Csinálhatsz.
Jó, akkor van. Most nem kell felszívkázni a fehér port? Nem kell. Nem. Mit az is felesleges. Miért fehér port? Nem tudom, de vigyek hozzá, de szertek fehér épát. Van 43 ezer liter. A répát literbe mérjön. Mit gárdoztak a boltba, az? Ott kilóra adják, mi? Kibik 3 liter répát. Ott köpnének szemembe az. Főleg a Kauflandba, igaz? Ja. Várj, melyik boltba is lehet venni ezért? 120-as facsavart, meg 3-szeret párizsit. Elfelejtettem. Én nem tudom. Aha. Tehát konkrétan bármit is tudsz venni. Tehát akkor az azért... Párizsi, csavart, fogkefét... Akkor azért kell a párizsihoz, hogy ne szaladjon szét a szendvicsbe, vagy nem mi? Nem hozzá kell, bazd meg, csak hogy mindent lehet is. Ja, ja. Itt Németországban. Én nem tudom, melyik boltba lehet venni mindent is. Nem tudom, ha tudnám, se tudnám kimondani, mert ez a tököm tudja. Baumarkt. Nem tudom. Leitermann. Nem, a Leitermannban ilyen nincs. Ott létrát hozzá. Ja. A szárga ez is zavar. Mi van még? Hagebo sincs ilyen. Bár ott képzel találtunk, akkor azért sportszeletet. Maga? Hát nem sportszelet volt, de pont olyan ide volt, hogy sportszelet. Hát akkor az nem sportszelet, hanem egy ahhoz hasonló. Igen. Igen, hagyjuk annyi vagy csokki. Igen, csokki volt. Soki. 5 euró volt. De figyelj már, ezt teszok, hogy föl elkésztétek ezt a bőlet, de ez úgy gerebízve nincs. Az én szépen is föl is gerebíztem. Melyiket? Ja, ez igen. A 22-est. Hát az a baj. Igen, az a baj, hogy azt csak ekészt lehet. De én fel is gerebjéztem, és szívesen ugyanígyban van órabérben, mint én. Jó, hát te már kap grátis vagy puszit is, jó? A klikát, gripi, nem. Gripit is ekésznünk kellene, nem? Kap grátis vagy puszit, azt akkor törölt szemet száll. Meg megkapod a hét dolgozója címét. Figyelj, azt tudod, hogy ezt a pótot is bele tudom rakni a vízbe, úgyhogy nem magyarázza egy tekem puszikról. Jó, akkor majd van egy pénzben megkapod, jó? Na így már látod? Egyből nem veszik valam te graltjáról pontból. Nem lesz jár összebben én. 9, még 4% kell. Hát ki mennyibe vagy? Igen. A két fogás biztos, hogy van még. Ebben nincs olyan, mint a San Andreasból kiszállni, megverni egy kurvát, elvenni a pénzét, azt így menni tovább, vagy valami. Ez nem az a történet, sajnos. Nem. Itt szopnod kell a földön. Na, abban is csak kell. De itt a földön is répát. Aha, mert te mi a tekemet szokottál mást, vagy? Hát mindegy. Na, de rád bízom. Tudom kalippót. Itt... A sose lehet abban majd sem megenni. Tényleg árulnak még kalippót? Igen. Na, szálljatok ki a nem akar. Cikcak volt a neve, ilyen. Azaz. Cikcak. Most volt az, hogy húzgáld rá szálba, Peti. Hangja volt, felborult a kamion. Peti. Nem, az a kalippó volt. Szálljatok ki a terautóból, meg a izéről. Miért? Már megint ki vagyok rúgva. Nem, mert vége van, megvan a küldetés. És akkor hagyja, mint az út közepén a hídon. Hagyja, mint az út közepén a hídon. Készen van. Készen van. Feleslegesen dolgoztál, Hegi. Kiszálltam. Azaz! Nekem lenyúlták a trakimat. Na, nyomjad a... Várjál, Heki pillanat. Tessék. Most jó volt, visszafordult. Ment volna pipikelni. Nyomd meg, nyomd a tabulátort, légy szíves. Az tab. Várjál. A tabot. Ez a munkád, ezt itt fejezd be, kérlek. Mi ez? Számtás. Jaj, ki hallatszott? Na jó, nekem ehhez kell egy 2 perc szünet, mert az egyik szar melóhú bebaszol a másikba. Nincs olyan, hogy most aradtunk kell, vagy valami. Hidd el, hogy ez se jobb itt ez a... Túrjuk ezt a rossz saras földet, Filip. Mi is a neve a játéknak, várjál. Vagy favágás, vagy valami. Nincs semmi. Biztos, hogy nincs. Megnézem. Szántás, talaj, azt mondta, talajlazítást csinálok.
Rántás. Nem, szántasz, mert ott a traktorod kell. Ha! Kellett neked ilyen nagy traktor, ugye? Jó az a traktor, jó az a traktor. Kis telhetetlen. Jó az a traktor. Mindenből nagy kell neki. Te kis volt, nem lehet bemenni láncfűrészre. Nem értek azon menni, hol van láncfűrészre. Vásárolom. Álljunk ki abból a gépből? Ja, hogy engem a gépbe rakod be. Mindig a gépbe rakod be. Kedves egy is. Szépen lassan. Nagyon lassan. A 36-os diabaton, a 36-os pálya felé. Az a nyelv szentségét. Na jó. Mivel? Gyalog. Viszont a 2-3 perces srácok, mindjárt jövök, jó? A fiúkat így meg boldogítanak benneteket. Remélem valami értelmes dolgokra. És akkor hekifikázás a 3-2-1. Ez a 2 percig tart is áll. Ha csak addig. Néha 3 vagy 4. Na, menj, mit keresem? Én visszajövök, mennyi lesz belőle. Miből? Akkor ez prostata jó való. Tök magad rá. Nem föl. Ja. Már izgalmas futni lábon. Igen? Na, most már megnyomhatod a tabot. Na itt vagyok neki gépébe. Király! Na most nyomj meg a tabot még egyszer. Valahová járj vele! Vagy borulj fel, vagy mit tudom én. Meg a, de a kombányban legyél, az a lényeg. Abba vagyok, aztán az kombány sárga. Jó hallom. Még egy tab. Ez meg zöld. Na ez kell itten. Ezzel a cuccal itt végig nyomatni. Konkrétan te beálltál ide, bazd, azt én nem tudok beállni. Én csak beállítottam, hogy minél kevesebbet kell. Tehát valószínűleg dolgoznom kell, nem érek rá. Ez a jármű eszköz megbízásos munka, nem tudtam végigolvasni. Mindegy, csináljad. Jó. Ne kérdezz, csináld. Most már jó. És kedves Gripi, én mint negyedik alapú ember, elmagyaráznátok most mit csinálok? Boronálsz. Boronálok. Pontosabban talajja lazítasz a játék szerint, nem az eke az nem az, vagy az... Nem, pont talajlazít. Az a lényeg, hogy vett aratás után... Ja, hogy visszaforgatom a dzsubát. Na nézzük. Hát ezt tudtam volna, hogy én is van benne szép széles, látod? Ugye? Hiszen belkésztem egy varjút. Nem baj, hús is került a földbe. Na, azzal ne foglalkozzál. Nem mondtam, hogy foglalkozzál, csak információt osztok meg. Akkor jó van. Azt hiszem, ott a hekin én meg a hekit lelkésztem, de így átpattant. Mert ezt valahogy fel lehet emelni a végig, értem, nem? Igen, véve. Hát, hogy most nem izébe kéne menni karikába, mert az úgy nem ment. Ó, és felemeli. Hát nem jó, mert felakadt. Próbálj meg tolatni és csukd össze ezért. Megoldom, apukám. A vezetés a véremben van. Hát egy kicsit azért most egy aggódtam. Nem kell aggódni. Nem? Nem, mert most szépen leeresztjük. Így, né? És már de fasza. Oh.
Szívó, kiraktátok már a legót? Már kikész. Kész. És mi lett belőle? Most ebből legutolsó ez két. Egy nagyobb ilyen kocsi, meg egy ilyen motor. Előtte volt egy ilyen, valamilyen, nem is tudom, ilyen vendéglőszerű valami. Én kamionhoz gyakorok, ebből legalább volt egy kis, minek is hívják, interakció? Mert ebben nincs. De, balra. Varjú, balra. Miért nem megy egyenesen? Hello. Hello. Már itt is vagy? Siettem lassan. Ez tényleg prostata. Ez mi a bánatos kis kutya büdös faszát csinál? Most már megint hova lett a méz? Hát bazd meg! Mi a helyzetképi kérem? Hát... Fordulj már föl! Nem szeretnék. Menti. Ja. Egy rohadt szemét. De már visszajött Heki, már most ne beszélj róla. Ki halt meg? Mi? Van. Hallásom. Együtt érzek. Mondjuk az lehet nem hátrány. Jogos. Dolgozzatok. Én mondtam, őt zabállom meg először. Miért? Mert itt osztor az néztük, hogy sem téged zabállak fel, mondom, ilyen az apokalipszis. Hát én hát, veszettem ki az én. De hogy az már rég nincs. Jogos. Istenem. Hát most igazából csak ki akarom próbálni. Otthon, hogy mi újság van, meg nem akar többet 650 kilónál felrakni a mézt. Legalábbis per milyen már raklap. Igen. Ez nem annyira érdekfeszítő, nem? Micsoda szántás? Hát úgy az egész. Tetszik? Ilyen jó mű sose volt, igaz? Hát rohadt. Aha. Az igen. Na, hogy így.
Ez ragályosabb. Nem lehet egy legó lakás. Ti egy legó darabot hagytatok elénk, meg egy futót, na ki a jobb? Az inkább volt portkocsi, mint futó, de... És belehöbb, bazd meg. Be mindenbe. Értetted? Értetted. Akkor ne javítsd ki, bazd meg. Ne hisztizélj már, csinálj a dolog. Ne beszélj, ne szarjál, ne pisálj, nincs cigi szület, kajazni, ne csak dolgozzál. Így van, hát mintha ez egy Robi már lenni. Ja. Te hidegen indítatú az. Hát milyen a hidegen indítatú az? Parákolós. A rohadt édes anyádat, hülye buzi! Megint elpókereszted a pénzt, mi? Hát de takarodjál már! Már megint hova lett a méz, bazd meg? Nekem jött az autó, hogy csímos. Most nem az éve, hogy... Csináljunk majd szakszervezetet vagy valami, mert ez most már így felhaborító. Menj már rohadtba abba, hülye kané. Hát de bazd meg! Hát oda lett 640 kiló méz. Na, tessék, nem mindent elvasz. Nem én basztam el, hanem a rohadt autó nekem jött, a fene ette volna meg. Tehetne meg forgalom. Megvan! Megvan! Köcsög! Föltörölted az útra? Egy-két csík meg ilyen félig használt gumig, az nem érdekes. Volt a Laci szívószál, felszopogattad? Fele szürcsölted? Virág néz, apác néz, aszfalt néz, öcsé. Ez minden is. Hello, szia Zoltán! Így. Úgy. Igen, ki lehet kapcsolni az autókat, igen, igen, de nem akarjuk, mert hát az... Úgy túl egyszerű volt. Nyugodt lenne. Gaz, főnök? Így, igen. Hogy csak a creepy basznát fel az legyen, így legalább az autók is. Hát kijönti a mézet, bazd. De megtaláltam. Egyébként melyik méz? Nem arról, hogy kijöntötted, nem elhagytad. Hogy lehet elhagyni három rakott mézet? Ez csak egy. De jogos három rakott hagytam eddig összesen. Na baszd meg! Hát magukkor is elhagytam már egy kettőt. És kaptál lebaszást? Nem, én elhagytam egy futót a tengerbe, azt én... Egyből, jó. A szobad. Hát a szobad az csak egy volt. Meg, érted? Hát nem ezzel van a probléma, nem a méretekkel van itt baj. Nem azzal van a probléma, hogy elhagytad, hanem hogy nem lehetett belőle kiállni, vagy még nem tudtam akkor kiállni belőle. Kiáltatóból, nem? Ja, hát egy idő után ki. Aztán a másik fele is. Találtad. Ja, hogy így van száz, tehát 400 kiló. Ah, jó vagyok, és lassan alszok Zoltán, de jó vagyok. Jaj. Egyébként azért szánt a szivar, hogy kapod a szopatós munkát, mert múltkor a rubberband is a trogger voltál. Hát ezek után milyen leszek majd, azt egy rohadt autó, erre forduljál, Gami. De az meg erre indexel. Nem, amarra. Jó. Én nem is indexel. Ilyet szoktak indexelni. Nem, csak azt hittem, hogy indexelsz.
Az amúgy is irányjelző. De, szoktak, nem? Nem, kik? Nem, ennek ezek átbombokról. Tökön passzívan keresztül vagy be. Ja. Mint a kamionos, aki a cukorrépát szíválta, vagy... Azaz. Fán, Bokron, tabot, ja nem. Hogy lett 96 ezrén? Nem tudom. Elkokózta. Hogy lett mínusz 4000 pénzünk? Mi történt? Én 102-nél mentem ki, visszajöttem 100-ra, most 96 van. Akkor most már nem ennyi ki. Eladtam négyeket álcsát grillezőnek. Aha. De akkor pénzt kellett volna behozni, nem kitalálni. Elát basztak, látod? Ha még jobb, mint egy nyita meg. Biztos írani még azokat a jószágot, amiken kerék volt, bazdmeg. Az igen, határ. Oha! Az mekkora lóvé, oda néz. Azt a kurva! Hóóóó! Még a targoncának a bérleti díját se hozta vissza, valami. Van targoncák? Van. Léci. Az akarsz szántani? A száj kirott el. Megoldom. Én pótkocsiból tengeralattjárót csináltam, abban is megoldom. A száj kirott el, azt tudod, hogy egy rohadt melót nem fejeztem be. Akkor csinálja tovább. Nem, már kiszálltam. Mert így, ez mit kell elcsinálni? Az az ég világon semmi. Ja? Az jó. Jaj. Kihagytam egy sort. Hol volt, hogy picsába lehet ezzel tolatni? Hátra menett a kapcsolat szíve. Hó, hátra megy minden fele. Azt dehogy van is. Mi? Jó, megcsináltad ezt a tavágyazítást. Mi szar? Hát nem meg. Mi van? Na, tessék! Az nem azzal van baj, hanem legalább egyenesen csináltad volna. Bazd meg, a végét nézd meg. Tudom, lila. Ott megy a vonat. Mi van? Hogy állsz? Hát csinálom, csinálom. Itt-ott kihagyok egy kis sor, de... És én nem hagytam ki, és mégis én kaptam a lebaszást, látod? Miért kaptam a lebaszást? Nem érdekelsz. Sértődjél meg. Hülye alkalmazott. Anyád! Azt a kurva! Ez csodálkozik, hogy 1000 eurónak csak így eltudjunk, mi? Sikasztós köcsök. Ja, sikasztottam. Én már csak el, ja. Másolva lett a szép kulcs, mi? Ez a traktor nem tud egyenesen menni, inni se lehet be az a négér. Neki hány százalékon állsz? Fiat a mindig újra? Faszom tudja. Na hol lehet ezt megnézni amúgy? Hopp egy lap. Ez az. Okozzál még blogot, légy szíves. Jó van. Azt mondja. Tihar 48 százalékon van, Heki meg 74-en. Jó, de hát ő mennyire indult én nulláról? Hát majdnem nulláról. Na hát te csak majdnem. Egy is te mit csinálsz? Azt mondtad, hogy ilyek a tarpolcába. Csináljál valami hasznosat. Hát most azt hiszem átmegyek a napraforgókon. És ezt úgy gondolod, hogy ez hasznos? Hát leverem róluk a port. Több napfény éri. Aha. Na jó, velünk volt, csak elvette a főnök. Aztán azt mondta, nem fikázza le. Akkor gyere, ülj vissza bele és csináld. Most már targoncázni akarok egy picit. Aztán visszaülök. Nem állhat a munka meg, érted? Október van. Nem nő ki a párizsi, meg semmi. Akkor fogunk itt tavaszt a kekszet kapálni. Jó, gyorsan. Épp hozzá a kókusz is, igaz? Úgy. Sietünk lassan, de nem, mert mézes lesz.
Vízes lesz. Vízes keksz. Ah. Az biztos, hogy ez a gumi hevedezés John Deere, ez egy... Heki? Ha, hagyjuk. Igen, hegyi. Nem akarom mondjam. Elmondani a Grippinek, ez egy mit lehet csinálni? Mire? Szóval így, ha így balra hátra nézel, vagy nem tudom ki van itt. Lehet, hogy ez egy szivar van. Hol az az itt? Azt hiszem, én egy kicsit tovább fejlesztettem a... Na mindegy. Semmi. Minden rendben van. És segítek ekézni valakinek. Hol? Hát itt nem vagy itt. Hogy jó? Itt vagy te hülye. Nálam. Na. És azért mit lehet itt csinálni? Szóval ez így a... Tudod, a gravitáció meg minden. Felborultál? Nem, mondom, a gravitáció meg minden. Szóval ez így... Igen. Felborultál. Hát mint pörölgép, dugul magát. Ez csak ki freestyle-ol nekem, bassz. Egyszer csak majd alá kap, és akkor majd visszászak. Nem, ha mozgatod a villát, akkor az segít felállni. Bazdik, ezt nem tudtad. Villával állítod föl. Jövőre megyek melózni, ezt kipróbálom. Nehéz teher. Nem beleszúr, álligat. Nem mindegy. Nehéz teher. A kibe kapcsolta a rádiót. Erre. Ne hagyj itt! Hello! Figyelj, megtanultam már a gripe, megmondta, nem áll fel, villázd meg. Kevillázd meg. És látod, működik? És felállt? Meg kell pújgatni. Fel. Ilyen ez a felállító szakma. Lengedett világban is felborul vajon? Nem! Kicsit epilepsziás valami van. Hoppa! Bocs! Na, én voltam. Megnézem a... Várjál. Hát itt csak elsuhanok, várjál arra. Te vagy a suhanó seg? Suhanó seg. Hagy káromnak a varjú. A csőrükkel. Csőrükkel káromnak. Ha nem? Nem a hangszálaikkal, a csőrükkel. Hát azon keresztül jön ki, te kérdezted. Aha. Most nem mozog a... Nem mozgott a szám, mégis tudtam hangot kiadni. Tehát a varjak is tudnak kiadni hangot csőrmozgatás nélkül. Szóval... Akkor is mozog a csőre, mert rezonálás van, tudod, és akkor... Ez olyan, mint a gumicsirke, megnyomkodod, az is vinnyog. Ha valamit is elkezdeni megnyomkodni, az is károgna. Paprikás csirke, szerintem, igaz? Vagy az a reklám ilyen idegesítő volt, drága jó. De miért? Jogos. Az meg a másik. Jogos. Szerencsétlen gyerek az utamon. Hogy tud kimenni az utcára. Majd beperli őket 20 év múlva. Arra fogva, hogy visszamaradott fejlődésben megfelelően. Igen, mint a Nirvánás csávó, arra gondolsz te is, nem? Vagy arra nem? Hát volt a Nirvánának, mikor a kis baba úszott a víz alatt ugye a pénz után, és akkor az is beperelte őket talán, hogy aha. Hogy ebből lett neki valami hátrányos akármilyen. Ja, mert az egyik album az volt. Így van, egy kis baba úszott a víz alatt, ugye húzták előtte a pénzt, ugye egy bankjegyet, és akkor ennek ez a csávó, aki szerepelt, ez így 30 év után, vagy 20, mit tudom én, eszébe jutott, illetve fejébe, hogy jött ebből ilyen. Szerette gyorsan, könnyen megosztani. Így van. Ő nem így fogalmazott, de a lényeg ezen van, igen. Azért ez egy mekkora durva már, például én azon is jól szoktam mosolyogni, amikor olvasom, hogy egy 14, most
tudja, 14 és 18 év közötti fiúkat megrontott a tanárnőjük. Rohadjon meg, mázlisták mi? És akkor rákeresek ugye a tanárnő képére, mert ugye Amerikában megosszák, meg Angliában is, és akkor hát maradjuk annyiba, hogy nem feltétlenül szoktak nagyon csúnyák lenni ezek a hölgyek. És akkor nézek ki a fejemből, hogy aha, biztos hatalmas nagy lelki fejlődése hátráltatásban lehet része annak a kamaszodó 15 éves gyereknek, amelyik minden hétvégén legalább háromszor nézi a pornót és csap oda öcsire. Csap oda öcsinek, bazd meg. Mekkora szar. Hekiné szörny, úgy hívják, nem öcsi. Ja, jó? Ja. Felteszem a kérdést magamnak, hogy nekem miért nem volt ilyen tanárnő, vagy nektek, mert gondolom neked sem volt ilyen. Hát azt azért így nem mondanám. Nekem volt, engem meghoz a földrajzból. És te azt ennyiben maradt a felizgatásom, tudod? És te ő biológiából? De hát akkor is, és akkor olvasom a cikket, és akkor a gyereknek az édesanyja kapta fel a izét a diákat. El tudom képzelni a gyereknek az az anyja képére is elkerestél. De azt akkor el tudom képzelni, hogy az apja meg ott a háttérben az anyja mondja hozzá az észt, hogy igen, igen drágám, teljesen igaz. Hát, hogy ilyen életed van, vagyis közben veregeti a vállát, így mindenfasz a gyerekem. Igen, a vállát veregeti. Aztán kezdünk nagyon rossz irányba menni. Én bele szembe megyek. Jó, ismert, tudod, ki kapja hamarabb a kormányt. Bár megint most megint. Vindízel. Hát nekem volt egy-két tanárnéni, akire én nem panaszkodtam volna. Hát de alapjártom is vállalt? Hogy micsoda? Alapjártom be is vállalt a tanárnéni? Azt nem tudom. Velem hát, sajnos nem. Hát hogy mással, az fogalmam sincs. Hát, hát ha édesanyám mezé panasztat volna, lehet nem lennénk ilyen jóba. Na, az angol tanárnéni az... Két rakja szobba, ó, kell belerakni az elemet. Figyelj már, Barany két oda a 14-ig, mindig fáj a feneket, és köszöni szépen. Kedves. Egy is. Ki van a fenekeddel, vagy mi van? Hoppa. Azt üzenik, hogy még mindig fáj a feneked. Kinek? Baranyi Péternek. És ezt ki a tökön? Honnan én tudjam? Valamelyik tanár, lehet? Jaj, ne, az nem Baranyi, az Bárány lesz. Ja, valamelyik tanár, nem? De hogy a ő a Bari. Maradjunk ennyiben. Mit fújjon, azt se tudod, milyen segről beszélsz. Na, basz meg! Vannak kivételes segek, vagy milyen? Vagy hogy van ez? Mert én már nem értem. Hát én csak abból indulok ki, amiket... Én nem magadból indulok el ki. Fújjál már meg. Rajta vagyok. Na, a ruha az mi? Figyelj már, én elmegyek egy pipire, aztán adjál már valami munkát, mert ragodzom a unalma, szerintem már neki is unja. Mindjárt végig a kis fogok. De miért beleszáll, azt tovább is csinálni lesz. Jó, de esetleg pipi szünet. Jó, tudom. Az nekem is kéne. Óvatosan úgy hozzák ki az ablakon. Jó. Na, te meg csukd be az ablakot akkor. Taggatva.
Oké, be van. A legjobbról. A legjobbról. Mi nem megy? Meg mi van vele? Mész van? Megy, ez meg van benne craft is, de nem. 36-os mező. Nem az igazi? Nem az igazi. Azt mondja, 70% az egyik. Neki mindjárt vége ez a 29-es ugyan? Próbálkozok, ja. Akkor a vetést, a megbízás elfogadása. Felség van. 2-3 fogásra. Igen, bocsánat. Hát már nem sok. Akkor utána gyere már vissza Heki a izére a bázisra. Kérlek, oly alásan. Akadd le a Hekét. Igen. És nem itt lesz a vetőgép a izé mellett a műtrágya szórónál. Igen. És azzal el kell kamilláznod a 44-esre, amit be kell vetned a búzával. Oké, és? Jó, az meg itt van a tudod, az a kukorica, nem is a... Nem, mert itt van a 40-es mellett. A redzetöldünk mögött van. Mm-hmm. Ugye, csak üres a vetőgép? Vagy... Nem, fel van töltve, teljesen van. Ja, akkor csak menne, akkor csak mennem kell vele. Aha, meg csak... át kell állítani, ugye egy idő. Vetődnöd persze. Kell. Vetődnöm ja. Kell. Ja. Jó van. Hú, viszont pisizület nekem is kell, úgyhogy itt megállunk a föld közepén. Állj meg! Szerintem is azt mondtad. Mikor? De még azóta nem mentem. Ja, nem voltál? Nem. Már lehet, hogy nem is kell, mondjuk, de... Szia, jó estét! Ivar. Szomorú vagyok. Hát köszi a kérdés, Gábor, kicsit fáradtam. Éjszakás voltam, aztán aludtam délután egy 4-5 órát. Rendben ezzel felébredtem úgy, mint akit alvás közben egy lapáttal vertek volna. És hát most azóta itt vagyunk és farmozunk. Nyomjuk neki. De soha büdös életben nem lesz belőlünk semmi. Igaz, Főni? Igen, igen. Tényleg most, hogy mondod, mindjárt megnézzük már a földterületeket, hogy hogy állnak pénzzel, mert ha úgy van, akkor átveszünk egy földet még. Jó. Csak megvárjuk, míg a hegy is visszaér. Támogatom az ötletet, hogy kicsikét előrébb lépjünk. Te most itt ellenőrzöl engem? Mit csinálsz? Aha. Jó van. Majd el kéne menni a boltba, Heki. Minek? Föl kéne tankolni majd a zöldet. Ja, jó. Igaz. Jó. Lassan majd egy mosás is ráfér majd egyszer csak. Akár az is. Microphone activated. Na jó, akkor azt mondja, hogy... Na, induljunk. Igen. Visszatérítés. Azt mondja, hogy... Visszatértél? Kedves ja, hegyi. Jó van, beülök. Igen, tudom. Nem tudod. Legalább akkor valami vidám. Vidám dalt dúdolj már, a jó Isten áldjon meg. Honnan tudod, hogy ez szomorú? Mert érzem, hogy görcsöl a herém. Aha. Az enyém is várja. Enyém már most nem, úgyhogy már most jön. Már most nem. Már most nem.
Most vagy ez a földterület nem egyenes, vagy én nem mentem egyenesen, mert... Számsor, ilyet nem is nem, nem várok el, ez túl sok lenne. Milyen számsor? Pont, pont a szöcske. Készen van a fejecske. Tudom, nem így van, de... Édes jó Istenem. Az a durva, hogy mennyi ez a 141.000 pénz, a 146.212.000. Nincs elég gombira? Hát nem igazán van. Akkor csináljuk, gyűjtjük. Termelnék, de nincs mit. Hát, négyen vagyunk. Hát akkor elfogadok egy küldetést. Kedves hegy is. Három. Megvan. De? Meg kell. Még ennyi követ benne. Ahhoz kell, hogy? Jogos. Ahhoz kell agy. Mi van? Mi? Hogy? Ki az? Semmi. Valami van. Teki nem szólt egy kurva szót se. Gondolom. Fikáztak a szemetek? Nem. Mi? Ki kamerázott? Ki kamera? Mi? Mihez kell agy? Hogy halljam? Ez a bödön lett van csak, van egy kéz rajta. Itt a VHS-kéknél. Mit lehet csinálni? Aha! Hát jó, de ezért tudod a... Mi csinálsz? Nem tudom, legette gyerek kupakot, vagy mi? Melyik lagon tartja a játékot már megint? Mindig a Én nem. Ja igen. Vipi! Én nem, ja igen. Felszedted a mézeri, nem? Nem, csak ezek az a bödönök között a olasz ideg. Egy kézik lett, de nem csinál semmit. Ja, mert túl nehéz, ugye? Ki van írva a bal felső sarokban, túl nehéz. Öcsém, hát nézd már! Na. Akkor most elmegyek pisilni, így. Itt is kiírjam ki, nem? Igen? Várjál már! Eddig is azt csináltam. Tudod megírni a csatát? Sehogy. Lebuktam el ki. Kötsög! Hát, hogy ez paraszt. Fogsz egy ekét is. Hát megint leszek-e. Nekem ne adja meg egy olyan slégszart. Nem. Egyenest adja. Egyenes, egyenes, gölbe, gölbe, nyold a hekét, gölbe, gölbe. Engem nagyon utána olvasom. Meg lögd a föld le. Le. Föld le? Padlod le. Föld le. Nem. No. Oké. De dúlván. Dúlván le a föld le. Na, kedves hegy is, nyomd a tabulátot. Tabot, bocsánat. Több a sárga szarba szállva. Nem, tovább. Még egyszer. Jó, ugyanabba. Még egyszer, leszállják ki belőle. Ja, azt nem mondtad. Nagyon jó. Na, mi ez a faszom tökörül? Itt. Mi az? Zeto 25k. Ajjaj. Hol Tesco? Vagy hol vetted ezt? Ez a munkatárszközöd és a 17-es területhez menj. Keresem. Messze mit nem találtál az meg? Nem, mert a szívet csináljál.
És 22-vel megy, te szivatsz. Így, harmadik se. Amúgy meg még annyival sem. Nem tudom, megy 22-vel. Hát azért mondom, hogy ott tartasz. Mi? Miért nem mész a 17-eshez? Miért nem mész 17-eshez? Jó, 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 jó. Hogy mondod, Szivan? Te kígyó! Megyek. Ó, most te paraszt. Nem, mert te nem tudsz olvasni, jó? Ez meg nem megy. Ennyi már te szarom. De ne a azt ott nem lesz jó, ha ott mész. Tökön passzoljon keresztül, vagy meg. Átment, átment. Átment. Ez olyan, mint a matek 2-es. Átment, átment. Akkor lesz a nézd meg, a vizen átmegy az hátba. Na? Te kamion nem ment ez, de hátra. Ez biztos nem fogja csinálni. Rippy Games, szántást kipipálod? Mi szánt? Pipáljam, mert be is lakolt, úgy lepipáltam. Szántotta? Na akkor 44-es, húz a heki, add le az a két. Ha én is szántok, nem? Vagy én mit csinálok most? Szántasz, igen. Én meg jövök hegyis után. Várjál, hol a faszban. De hogy itt mennyi kő van, bazd meg? Én nem tudom, miféle földterület ez. Egyre kisebb képeket kapok, de közben milyen csepelbizút kapok egy kapával. Fahogy is. Bicikli nem lesz, csak kapok. Ja. Föl sem megy a lejtőn, bazd meg. 4 fokos lejtőn, az már köhög. A Gribi elfut mellettem, de az meg. Azért, na, hogy igen, ezt akartam mondani, hogy próbálj meg jól a környékén menni. Elvileg itt kéne lenni egy ilyen, ilyen megtaláló igazolónak, úgyhogy szép nézek itt. Na, mi az, mi az? Na. Hát igazán. Minden ebbe. Na. Na. Ez mi nevet nagy géppel? Mi ezzel a zsebrózsával kell? Vagy mi a tököm ez matchbox-szal? Mert ezt adta izének. Ezt adta bérletnek. Kezdtem örülni, hogy csak egy ilyen tököm volt egy kis izé területben az meg. De az ilyen fél Magyarország. Az meg. Köszönöm a főnököm, nekem már nem köszönöm. Köcsög. Ó, igen. Ha látjátok, most lehet plusz 50-ezni. Talán föl lehet összeszerelni egy kis dolgokat. Milyen kis dolgokat? Kutya szar, meg ilyen. Nem. Ha 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 ha
halmat, ott a bázisi kerül, tudod miért? Hát bazd meg, ez lefullad! Hát de látj, itt áll mögöttem, bazd meg! Azért nem! Lefullad, bazd meg, hallod? Ha nem lennék egy jó indulatú ember, azt mondanám, hogy az anyádat. Mi vagy? Ezzel most itt végig kicsi ezt a nincs hozzáférésed ehhez a földhöz. Leszállom, főtapálom. De nézd meg, ez a max. Hallod? Háromban megyek. Három, négy, három, kettő. Hol vagytok? 17-esnél. Jobb napokon felmegy 4-re. Száguldás. Ha tóljad már valamit, basszál vele. Nem. Csodálkozik, hogy miért rakom a gépeket Gripike, a gombomba, az hol meg. Hol tudok megtankolni? A boltnál. Azt remélem, jól tudod, hogy nincs az az Isten. Én körbe kerem neked, hogy ezt megtalálod. Kész. Elmegyek árokirakodónak a Tesco-ba, bazd meg inkább. Ja, Istenem. Van benne, bazd meg, három lóerő, az is csak összvér, bár az a még jó haladsz. Most nézd a jó oldalt, most lehet, hogy ő lefelé. Na, szóval az a lényeg, hogy van a játék, meg a Giant Software elrejtett ilyen, amit készített játékait. Normális traktor? Nem, amit készített játékait, azoknak ilyen játékmezettákat rejtett el itt a pályán több része, és azt összegyűjtjük, akkor ad 50 ezeret. Közben. Egyet megtaláltam. Az. Az. 400-ból. Nem tudom, hogy van. Nagyon súr? Ja. Folyik bele a cucc, folyik bele a cucc. Az ami rossz pornó film volt. Figyelj, szerintem én ezért bekapcsolom a támpomatot, azt elmegyek aludni, mert ez így... Ott vagytok fönt? Igen. Őrültek. De milyen jó. Úgy ülsz ebben a traktorban, mint majom a keszerűtől öreg. Egyenes a hátam, könyökeim kinyomva. Kicsit bekapjon a szél. Nehogy legyen egy autóval. Hát nem a menetszéltől fogok ütést kapni. Hát adjál már valami nagyobbat, bazd meg. Na, akkor szállj ki belőle. De komolyan, mert ezt végig csinálod. Mi? Szállj ki belőle. Ja, nem a kétszer. De valami trükk lesz. Kiszedte belőle az észelepeket, hogy mi a tökéletes ja, egyet nagyon benne. Valószínű, hogy valami, valami ilyesmi történhetett. Most meg elvingárdjunk be, hogy jószázta a trakitról. Az rakja rá valami nagyot. Elég adminszaga van, hogy eltűnnek a traktorok. Nem, semmi adminság nincs benne. Nem. Mikor én beleraktam a tóba, az sem volt adminság. Beleraktam. Jó, van, ha beleraktam. Te szó, bele tudod rakni? Bele. Menekéink vannak. Ez hány lóerős? 220 lóerő. 220 lóerős eke.
Akkor mennyi lehet a traktor, mi? Nem vagyok ott, mint csak az ekély is tudom. Fő birtoklója Jean Cuvier és szójababot szeretni. Mész kell hozzá. Rádió nélkül de gunalmas, hogy csak itt zöld a fű, féri felkapált terület, Grippy itt áll, biztos talán. Grippy ott áll, már nem, hál' Istennek, elment innen. Ja, jó van. Már mint a varjú. Na, tessék, nyomd a tabot. Megint a sárgában vagyok. Most egy... Na, ennek már valami szaga van. McCormick. Na gyere ide, ahol van a sárga. 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 Itt átjössz egyenesen a kukoricaboltban. Az megy. az szokott menni az átmenés, igaz? Igen. Én vagyok a Bugarisz a gyermeke. Itt állok az ekénél, ezt vett fel. Azt a kurva hagyja szöcsém. Hozzá be kellett volna kapcsolni a izét. Mindegy. Mit? Ezt az ekét vett fel, el is. Ez a 220 erős? Igen. Elfelejtettem bekapcsolni. Mit? És akkor ezzel a 16-est. Azt nem lehetett mondjuk ezzel kezdeni? Hát azt adta hozzá, hát gondoltam kipróbálod milyen. De, még velem próbáltatod ki? Tökéletettem az meg van a gyerekkoromat. Messzi van az elmondott a 22-esen már egy jó ideje. Ti van az a Legóval is el van, de bazdok ne adj még egyszer szart a láb. Azt tudod mire jó? Kocsmázni. Azzal nem lehet tömegbalesetet okozni. Igen, jól látod, próbálkozik a paraszt. Jó lesz az most áll. Jó, szuper, még egy picit. Na most kó. Na most pus. Na most ez kú. Már jó? 17-es csár. Na most kó. Hát én maradok a búzamezőnél, az úgy bejött. Hát bazd meg, hogy megint csak szántást ad. Hol tartasz szivar? Szivar már 90%-át tartasz. Azért ki nem mindegy, alaz 4-jel ment, lejtő lefele szakadékba hátszéle, ez aha. Meg 60-nal. Azért hát a jobban megy. Mit adtál neki, Grippy? A Zetor! A Zetor! De melyiket? Hát piros. A mód a Zetor. Hello! Ha sötét van, vaz -e? F. Hát így sem látok többet, bazd meg. Hát ez miért? Többször nyomjuk az F-et. Ja. Hát nem tudom benne Night Vision, bazd meg. Hát. Ó, azt akkor most miért lett sötét? Mert este van. Nézd meg, hogy teker. Felgyorsult az idő. Igen, felgyorsított az idő, mert nincs munkánk. És? Hát neked. És gyors időben lesz, vagy... Gyors... Már van is egy 4600-ér szántás. Az itten pisz alatt húzom. 4600, ilyen, de bele se lőjük a traktorba. Hát pedig buzáj leszel. Azzal azt sem láttam, hogy hol jártam eddig. Ne buzaráljátok a Grippyt, mert megint zenjén kapom az Zetorba. Megkapta az Zetort, megkapott egy traktort, mert az ekét mellé. Na, már még az eső is esik. Ez a barázda, ez a valafaszom van. De, ez lesz az, jó. Vaksizok, mint az állat. Igen, körül én is. Ez még az eső is esik. Most már miért szorok, akkor is befejezem ezt a munkát. Képes vagyok rá. Ja, már nem tudom eltenni, Grippy. De erre az épp. Ajaj! Már mit? Ez egy nagyon jó kérdés. A búzát. Nem tudod eltenni. Nem. Ne bazd meg, mert kiestünk a izéből. Mi? November lett, aha. Bazd meg.
két sor tudtam csak végighúzni. Na, jó van. Basszal. Nem baj! Sikertelen megbízás. Tessék. Új dalag van. Csinálj már valamit az idővel, hogy legyen világos. Főni dolgozik már megint. Csinálsz főni. Pillanat. Az bármikor. Zsebből akár. Nem tudod elrakni, zsebet most tudod elővenni. Este, szakadó eső. Ha. Azt mégsem vagy még megbecsülve, mi? Rágyázás, talajlazítás. Na, én mikor higgáltok szart, én zsakom. Pálázás, körítás. Nem társadal. Van egy. Igen? Pillanat. Nyomd meg az F-et többször. Én már gombot is kiszedtem. Édes Istenem. Ezt már nem is nem teremtette. Tájj be a kamionba, kérlek! Erre visszahoztam a vetőgépet. Jó, tedd már nem majd akkor. Tényleg, én a targoncát ott egy másik gyárnak a falába állítva, azt elhoztad? A targoncát, vissza a targoncát, nem béleltük. Ja. Na, szivar végzett, pillanat. Végeztem? Szivar végzett. Na, még van egy csomó. Nem, végeztél. De szivar, azt mondják, hogy vége. Most már végeztem. Ne kérdőjelezd meg, fogadd el azt, jó napot. Ez etok, kapsz egység. Hát ettől félek, azért mondom, hogy nem végeztem. Na akkor, hajrá a 37-esre, számcsak. Van megint? Igen, mennyi a 37-esre. Hát de valami csinálj ma a fénnyel, mert még mindig sötét van. Nem ér az elvet. Hát hiába nyomom, akkor is sötét marad. Ne aggódj, nyomkod az ebbet. 37-es. És akkor én hol vagyok? A 22-es. Aha. Mindenki egy színnel van jelölve. Aha. Mibe szállj ebbe, Gripikém? A teherautóba. A Mamba? Igen, akadsz rá a pótot. És állj be a tóba. Segítsen. És? Jöjj kérlek a 19-es területre. Megy valami a csárga csúnya. Az. Ivar, az. Ja, ott van. Az ott van. Fönt. Na. És így csend a bazd. Mi az a nagy csend? Majd meg tudod. Hát én bekapcsoltam a napfényt. Csak igazán bekapcsoltam a napfényt? Ja. A világítást nem kapcsolom le. Elromlik az a simány gripi, vesz újját. Ne! Oh, itt van Asher! Szembeforgalommal, hogy ne? Bocsánat, hogy lejjebb mentem, ne haragudj kérlek. Most az egyszer még megbocsájtom. Éppával már rég végeztünk. Hogy jön ez most ide?
Azaz, itt vagy már neki. Gyere, itt ugrálok. 19-es? Itt ugrálok, gyere, itt az új munkahelyed. Ott áll, szép sárga. Láttam úgy valaki a Grippipba dolgozni? Vagy nem. Ott, ott, nem is hallottam dolgozni, nem így látni. Na mész a faszomba! Mész a faszomba! Mész a büdös picsába, bazd meg! Na takarodjál, hagyj engem békén az a szarra! Nincs az Isten, hogy még egyszer beülök. De! Cukorrépát csinálni. Akkor az volt az a nagy sárga. Mész a picsába! Nem basszál már ki velem, hogy megint cukorrépát keszednem. Mennyi lóvét? Mennyi lóvét ad? 200. Kurva anyát, az pedig kéne. Na szépen hogy csak azt a répát? Na. De már megint! Egy is, te meg akkor kamionozzál, jó? Basszalak meg, bazd meg, egy munkát nem fejeztem akkor még ma csinál, meg. Akkor csináld végig, én meg kamionozok. Nekivel. Vagy szivar, akarsz kamionozni? Mert akkor én meg megyek számtalan. Nekem elé, mindegy. Elé meg kicsikét, ma még nem voltál mellettem főni. Igen, jó, akkor legyen így. Hogy nyala főnöknek igaz szivar. Na, ja, az. Azt a kurva életben, bazd meg. Mindjárt kész vagy. Ide hamuzzon főnök, meg ide köpjön el, ide szemembe. Napraforgó. Ó, nagyon jó! Nagyon baba! Az elég mentem át rajta. Mi van? Mi van a napraforgóban? Már akkor inkább azt csinálnám. Nem, most nem, nem ezt kell csinálni. Nem, répázz jól. Nem áll még itt a répa! Menjek Vipivel répázni szépen. Te kis nyaliste. Ha! Nem vicces. De. Nem vicces. Ja nem. De. Ezt nem hiszem el, bazd meg. Megérünk a 16-oshoz. Vegyed a lépát, kicsi fladó. Talán most az egyszer nem lenne ez kibaszva. Hát, ezt benéztem. Átveszem én nagyon szívesen. Add neki oda az etort. Na, add neki oda mondjuk a 18-ast az etorra. Ja. Azt hallottam. És este. Szerintem azon még világítás se volt. Volt rajta. Aha. Mi? Három gyertya. Ja, jó, de már Szent János pogár. Na, az csak a jobbaknak jár, jó? Ja, bocsánat. Júj! Mondjuk én befogom a pofám, mert ezen már van vagy 6 vagy 8 darab ek, az Zetoron csak 3 volt. Az a jó! És a Zeke nagyobb lóerőbe bír, nagyobb lóerőt kívánt, mint a Zetor. Ezt nem értem, de azt mondom, igazad van. Megvan szabva, ugye ezek egy kis, hogy hány lovas vontató kell úgymond elé. Ami elbírja, igaz? Uh-huh. És igen. Most tudsz olyanra válaszolni, hogy a 220 leölős ekéhez mi kell? Nem felejt a gripi bazni. Mi? Hogy mi az, kell? Az én ekém hány lóerős? Ami most rajtad van? Jó, akkor mindenki elfelejtette, rendben van. 220. Lóerős az eke. 225 lóerős. Ezeket. Grippi, hadd csináljam a napraforgót! Még nem lehet a napraforgót csinálni. Most ez a kettő összeadódik? Tehát 220 meg 225? Ez egy jó kérdés. És a szembeszélbe is fel a nyiló erőket? Baszom, ki van? Ki van? Semmi. Répáztam ki, basz meg állandó. Hát ez ilyen.
Ti van hegy is valamelyiket, hogy nem akarja felszopogatni a répát, mert nagyon szívesen átadom. Van, de te gondolatolvasó vagy. Ki akarod próbálni, Szivar? Nem, azért mondtam, hogy gondolatolvasó vagy, hogy... Hegy is lenni offline. Hogy nem akarjuk. Faszom. Az is offline. Ez faszom. Ha mi álszántal is sokkal jobb azért. A fél Magyarországot felszántottam. De hogy is? Ez az az utolsó szántás. Most. Igen. És a lényeg, az előbb hangzott, hogy most. Ebben az utolsó két órában már csak ez lesz. Igen. Hát több nem lesz. Ekkora faszom föld ez, baszd! Kisebb, mint az előző, nyugodjál! Hát, nem hinném. Hát az előbb a 30-asat csináltad. Akkor is lesz a kettőt egy kicsit. Mi próbáld meg összegyúrni. Répát? Répigém, a répádat próbáld meg összegyúrni. 30-asnak 143 ezer az értéke. Te meg melyiket csinálod, a 19-est? Igen. Ugyanakkora. Na, látod? Erről beszélek, basz! Hát de nem nagyobb! A felé? Nem, nagyobb a 19-es. Fogva lakó. Nagyon helyes. Hatások, hogy mindjárt végzel. Egy is a 17-esnél ott áll az etor. Mi bajod van? 17-esnél ott áll az etor? Vagy mi van ott? Én. Én nem ezt kérem. Én rossz földet szántok fel. Bocsi. Nem, jó földet szántasz, csak... Mi rosszat is fel lehet? Mit tudom én. Én képes vagyok rá. De a pénzt elkérem, ugye? Hiába vész rosszra, nincs hozzáférése, tehát nem az interakció. Megoldjuk azt is. De mondjuk tőled kitelik. Istenem. Idefele jövett a betonon is megengedtem az ezért. Nem jöttek nincs hozzáférésem és az aszfalton. Aha. Csak úgy lelassultam, azt ennyi. Te az fasírt. Aljó. De ennél most egy jó fasírt. Na, ez jutott fejembe nekem is. Most, hogy mondjátok, nem baj, majd jól. Amúgy jó, töltött káposzta, míg így estél az olyan lazakaja úgyis pontja lesz. Csökkentett energiatartalmú. Így van, így van. Nem, nem eszek hozzá kenyeret. Az úgyis hízblatt. Ez fasírt. Nepi! Ti van? Félre én csak itt vagyok, csak még egy ilyen ropát. És valamelyik szerencsétlen. Tehát csak ide be mellé. Hát mondjuk Gripit úgyse csinál semmit, majd ő. Gyere csak ide mellé, ott ide a 9-es. Főni. A kurva életbe. Ha 15 ezer, ha sokba kerül a bérlés, akkor beszoktátok, mert nem fogom meg kibérelni. Tehát nem. Lehetséges, csak Gripi nem engedheti meg magát. Na várjál, mennyi időre bérelsz? Tehát abban a pillanatban lepatintja a bérletet, hogyha izé van. Azt napi értem. Napi bérlet van. Napi. Még gondolod, hogy ketten egy nap alatt nem? A legkisebb is 19 ezer, buktad. Hát öreg. Akkor lehet ide beírni. Úgyhogy csinálja csak. 19 ezer, érted? Hűbe mellém. 21 ezer pénzt lehet, 21 ezerért lehet kibérelni a legkisebbet. Nincs ez az Isten öreg. Azt akkor olyan, mintha nem is kerestünk volna semmit. Hűbe mellém répát mondok. Nem. Cukros vagy, látok? Hüvegbort kibontok. Rögtön beléd. Baszok. Na, valaki esetleg ide fáradna a mannal? Én nem érek rá.
hol vagy? Megyek, szaladok, futok. Azt mondja, hol vagy? Igen. Már átjöttél erre a oldalra, de gyorsan haladsz, ügyes kisfiú. Adjál békén egy szíves. Kibeszélsz a főnökkel. Ja, te beszélhetsz. Békék áphozta. Ne izgassod a főgestére. Amúgy most itt, ja, vacsorám az lesz egy jó kis, jó tányér kis turos tészta a pörccel, meg tejföl le. Alasz, alul nem alasz. Keressem. Én maradok a káposztán. Ne kreácsolja, te itt mellettem. Meg alattam. Nem így. Nem így. Igen. Miért? Nem. Mi? Három ugó azért, mert csak tudod nagyon jó. A 4%-ot megcsináltál. Odaadja neked a jó munkád, bazzag, azt panaszkodsz. Tessék! Te a festékart. Mit mondtál, Szivar? Hol adja neked a jó munkákat, az meg mindig a legjobbat. Kivételezik veled állandóan, azt akkor panaszkodsz. Hát én nem értem, bazza. Kb. 4 perc ezelőtt kérdeztem, hogy ki szeretné átvenni. Nem nagyon hallottam akkor a hangodat. Nem akartalak már megszivatni, hogy gyere itt ezzel a két ásónyom nézével rohangászni. Ajj, de miért csak három elvenk bizeszlet el fog adni? Nem, mert akkor ha többet el lehetne fogadni, bocsánat, akkor én átvenném a répa ízét, ez meg fagyarathatna a napraforgót. Hát, ha panaszkodik, azt egyből. Mit elmész, elmész répát ízélet, meg elküldöd Szabira. Nem, nem. Nincs üres állás. Vagy rögtön megnyomom a H betűt. Vagy nem. Ez mondjuk nem is olyan rossz ötlet. Menjünk a kocsmába, nem? Ez nem is rossz ötlet amúgy. Ed is, meg Szivar, te is tétszett sem mentünk meg a H betűt, azt menjünk a kocsmába. Szabálom. Terünk. Terünk. Terünk meg jé. Jó, várjál már, hogy ebben van ilyen. Ugye? Hát azt mondom, hogy ez milyen jó ötlet tényleg, hát... Ha! Nem... De milyen kozai csinálj? Igen. Hát, ki kell próbálni. Akkor csinálom föl! Mi ez a lag? Elkezdett az Zoli dolgozni. És nem csak az ő aija megy. Kinek megy még az aija a hegyiség kívül? Nem kellett kétszer mondani nekünk, baszik. Hallod, de ott itt hagyott egy csígot, az ilyen szarai. Baszik, az mind a kettő aijúval dolgozik. Nem! És akkor mi van, az pénzbe kerül? Na mi szerinted mit? A napfényre fizetjük ki őket, vagy mi? Hát de nem kell neki sokat csinálni, csak egy kicsit kinyitóztatom magam. Mondjuk én jobban melózik, mert megemeli, átforgatja, mit tudom én, meg csak össze visszamentem, mint a driftbe. Azt a csíkot majd én kijavítom. De ez jó, tényleg csak így megnyomod, hát ez... Hát a heki azt most szólsz már ilyenkor, csak ebben az meg. Ivar! Tessék! Nem látjátok, hogy hogy megy lefele a pénzünk? Én nem izélek, nem házok. Mi csinálsz? Én nekem semmiféle mesterséges intelligencia nincs. Az ennyi meccs a Terminátor vezeti. Nem. Nem kérdezte meg ezek, hogy hol van csukkodó. Most csak így megnyomom a hát, az kész, azt kizárok a traktorból, vagy mi?
Rohadt kurva életben nekem már megint ezt kell csinálnom, bazd meg. Ja, nekem is. Ha neked is van H-betű, heké. Kell a pénz, hogy legyenek jó gépeink már a végre, meg legyen földünk is. Basszus elősz. Aztán tudom, hogy ez a csávó jobban csinálja, mint én. Igen. Hogy elnézem a pénzt, ha én is ennyit csinálnám, én is jobban csinálnám. Jó, ja, egyesével ketyeg lefelé. Nem, hozok be vizet addig, hogy csinálja a Terminátorom. Vizet? Hát nem, mit? Hú. Ott a tóba, azt meg. Hú. Akarsz a vizet. Tehát, hogy buzerálja a tóba. Bármint kapva a tóba. Na. Ó, Heki, nagyon jó haladsz. Ó, köszönöm szépen. Hány százaléknál járnak? 7. Azt a... Az igen. Azt hol lehet egyébként megnézni? Mert hogy én ezt nem látom kiírva, hogy én hány százaléknál járok. Ez kép, és akkor ott meg tudod mérni. Egy is 93-nál, szivar 39-nél. Ó, de megyek. Tökém ez a dombit, bazd meg. Ha kell vinni. Zsálin, lesz felmérsz. Szóval. Igen. Egyébként nem kell tökéletes melót csinálni a bérmelóknál, mert ugye... Hát a bőven maradt kint, ja. Persze. Igen. Most elhagyok egy-két ilyen ezért kinyitott, ott szarom le. Először én is visszamentem, de utána, amikor mondta Gribi, hogy már kész, mondom, kész, azért mondom, kár volt akkor visszkavaszkálni a csíkokért. Majd a sajátnál az már ugye más lesz. Igen, mert ott minden szem számít. Minden szemmi. Igen. Eszemed is. Szerkó. Mondja. Még mindig házol? Ja. Házol. Nem a Family Guy-t néztem közben. Gondolom. A gépig segítő manuálisan leállítva. 96%, még 3%. 4 is kész vagy. Hát az lesz, Steven. Nem fogok itt szélőzni vele, hogy... Hogy? Mi lesz? Mi lesz? Mi lesz? Hát, hogy tolottatok ott a sarkánál, hanem akkor szépen lecsíptem így az ívet. Aha. Így megyek tovább. Kezd merülni az elem, érzem. Érzem. A traktorba? Az enyém dízzel elmegy. A sajátom, az enyém. Már megint? Hogy? Ja, mert éjszakás voltam, arra fogta ennyiért. Nem, mert éjszakás volt, ahogy fogtam. Hát mindig ez a duma van, azért mondom, hogy nem olyan melló helyen dolgozni, mire fognál vajon? Olyan jó, hogy itt veszi van. Ugye? Ezt meg... Mi az, hogy milyen fogom? Nem most, hát most van mire, de hogyha nem lenne, akkor? Köztelennék valamit. Az biztos. Kedves hegy is. Mondja. Nem fejeztem még be, jó? De befejeztem. Csak, mert el fog, meg
megbízás elfogadása. Azt a mennyi pénz. Hú-hú. Ez nem ötszá. Na mondjuk nem volna az olyan rossz most így, ja. Euróba. Csíts be a sárga kombányba, tabba. Olyaj. Ja. Ebből baj lesz. Ezt tarasd le. Mi a helyzet, Kim? Hegy is már a ratja. Faszat. Hehe, az is van neki. De ebből inkább répászni. Jóban érted hozzá. Most nekem már. Ez túl sok gomb kell. Miért tököm van? Rendezett túl sok gomb kell. Csulása. Mi a tököm? Akkor. Ez csak nyitott kombány eset, jó? X. Most átterminátorozik a teteje, akkor ez nem az lesz. Igen? Nem, ez antenna vagy nyetekben, nem? Akkor vesző. Mi van az antennával? Nem akarom bekapcsolni ezt a szalfarja még. Marató szerkezet, leeresztés, az lesz az. Kinyitás, leeresztés, bekapcs. Még így kell nyitni, minek? Kinyitott persze. Hát, hogy szellőzzön. Én kinyitom, bazd meg. Azt akkor, ennyi? Jó, az ez nem csinál semmit vala. Na várjál szó. Kombány bekapcsolása. Az lesz az! Lehet igen, hogy azt is kellene. Igen. A leereszt kép, utána egy bekapcsol. Hát ez megy, mint a parom. Az nem rossz amúgy. Csak összehúzom a sok szart, de utána bele kell forgatni, vagy mi? Mi? Ne, most arad, bazd meg. Azt hova köpködöm? Tartálj, magadba. Tartálj, vagy gyűjti a magadba. Biztos? Ez ilyen, te maga mögé kiköpni. Olyan van? Az azért kövi ki a... Szárat. Ha, igen, a szárat. Azt a kurva bazd. Na. Mi történt? Végezti? Jó. Megjegyezném, nem olyan vicces. De. Nem. Hát akkor nem. Na, azért mondom, hogy nem. Mondtam én, hogy nem. Hol van egy mar? Van! Ó, van! Még mindig nem tudom, hogy ez ilyenkor mibe gyűjti. Ott van mögötte egy tartály, abba gyűjti. Abba. Tudni? A belső nézetben változtat, akkor fordulj hátra. Szia Gábor! De az írják a gyerekek nézik is, hogy én holnapig is cukorépát aratok, én ma arattam 5,5 hektárnyi cukorépát, és még holnap folytatom, mert nem végeztem. Jó, srácok, akkor van együttérzés. Az mindig van. A szántás, a cukorréparatás, meg a krumpli betakarítás az, ami a legprogrebb ebbe az egész játékban. És te mégis valamiért ezeket találod meg, bazd meg. Mert 36 mert nincs más, euró, tudjuk. 36 ezer eurónyi indokon van rá. Aha. Akkor kezd el egyszer felsorolni. 36 ezer euró. Egy. Kettő. 36 ezer euró. Ó, három. Ezt most nem mondasz el annyiszor vele, Hekim. Valami hülyének kell egy, ezért. Egy Szent Vario 900. Na, na! Mindig ez! Mindig ez! Mert neked nem kell semmi, nem kell?
De kell, de az enyém nem fent 3900 UT. Ha nem? Nekem Deutz vár, meg Chase. Én nem ő. Én kérdezek egy új mikro. Én is akarjak már valami. Bicilitán kaptam ládot. De miért mikro? Mit tudom, ez a teszem, de kávégőző is lehet. Akkor csörcsapolók, na? Na, ja, ott van. Így sem megyek egyenesre ez a szarra, hát mit tudom. Jó, mit szólom? H betű. Na, na. Kurva basz. Hát ne házátok már. Ne, a bevételt azt miért akarjátok az autó pilótára költeni? Ez egy nagyon jó kérdés. Én még nem háztam. Nem tudom, munkába. Így van. Cseh. Autópilot. A viszonyításom, hogy most milyen a viszonyom a répával. És mesélj meg. Kb. Egy szinten van, tudod, az epikkel meg a formájában. De akkor szerintem holnap előtt lett rával. Hol haladsz aki? Hát akkor addig Mindig a seg. Mindig az körülforog minden. Állandóan vagy. Már hogy a banánnak mindenhez köze van, de már a segnek is. Tényleg, mikor fogunk banán születelni? Hát majd, hogyha elkezdesz ilyen majmokat venni, akkor esetleg. Fordulok! Fordulok. Az igen. Az igen. Az igen. Belőle érdekesen nézett ki. Hát is, te hogy állsz? 76%. Igen? Nagyon jó. Én majd belét kell ürítenem? Ott áll. Igen, belé. Ott áll a traktor. Én menjek oda? Ha mutatok, hol? Majd... Steamen? Mi? A chatten beszélgetek. Mi? Mi mozog a... Nekiállj. Jéj, te egy gripi! Nem szállok ki. Nem is kell szántsa. Na, ha most mi állt meg? Szuper lag volt, szuper lag. Szerintem benne, hát nézd meg, hogy mit tartalmaz a csomag, ha mutatom el, illetőleg akkor benne van az összes. Ha nem a sima 30 vagy 40 eurós, hanem a 70 vagy a 80 vagy nem tudom mennyi, akkor biztos, hogy benne van minden. Hát annyit nem szabad adni egy játéki. Hát meg kell várni a karácsonyt, biztos, hogy lesz leárazás. Ez kell nekünk. És akkor utána órákig egy kombány segít lehet nézni. Állat ez a játék. Jó, ja, még azért fizetnek is. Mi a sok hülye? Nekem nem, csak a Gripinek. Mi van? Gripi meg neki, nem? Gripi kinek fizetnek? Gripinek ki kifizetnek? Na inkább oldítod a segged, mert tele vagyok. Nincs, nyomd meg az óbetűt. Azt hittem az óról. Nyomd meg az óbetűt. Mindjárt várja, befejezem, hogy így egy kanyar. Az igen. Azt itt voltam, csak felkóra. 50 akciósan? Milyen kanyar volt? Mindjárt. De szerintem az lesz az, nézd meg, hogy mit tartalmazott a listában, de szerintem az lesz. Ez micsoda? Melyik játék? Dawnrunner Steam-em. Na, állj a pöszköm alá.
De mi mit peckőtek a peckök? Arra tudunk neki mi is, ahogy te. Peci vagy beléd engedem? Jó, igen, ez az. A gömlésed van? Engedd belém. Csak egy a gáz, hogy elég egészségtelen színe van, mert valami fekete fosszon ki belőle. Uha. Meg van abasodva. Igen? Két direkció után már ilyen a színe. Ja, oké. Okay. Itt is annyi van, direktor. Minusz 4-1. Tessék! Hol van az én kedves munkásaim egyik? Hülye majom. Mazsom, igen? Mazsom. Mazsom. Hülye mazsom. Hülye mazsom. Hülye mazsom. Szívesen hamu tartó. Szívesen. Na. Hoppa, hoppa. Korai még az megmaradt valahol. Korai még az ünneplés. Egyáltalán mi a faszt? Ki a vász? Hát hogy őt kivizették, de minket ő még nem. Ja. A bicskának ilyen hangja van, ilyen. Gyere, bicska! Dopogassatok kifele a répámat a testemből. Oké. Látod, erről teljesen azt csinálok. Ah, igen. A végét is jó. Talán 3 percen mentél tőlem, Grippesz, ha másik baján vagy. Szomorú, de igaz. Nem szép a szívem, meg nem jó az állag, azt mész máshova. Köszönöm. Látod, az ilyen. Ó, szivar! Igen? Találtam neked a munkát. Még nem végeztem. Tudom, de már találtam neked. És még nagyon sok van hátra. Tudom, hogy nem. De én nem tudom. Hol látom ezt? Hiába nyom magad ezt ki. Ott hova kell mennem, hogy lássam, hány százalékon vagyok? Keressék kettő ilyen üzét, ilyen füzet vagy lapszerűséget. Bal oldalt. Mit csinálsz? Elhagyjuk. Neki éppen répát arat. Ah, megvan, ah, 94%. Na. Aha. Na, ugye, hogy megvan. Ő, de hülyén ment. Igen, már megint a répát szopogatom. Állja meg. Kerepes lesz a szád. Már nem. Azért még nem jön meg a karista. Hullámpalás. Elakadtam a fába. Leadjuk a répikét. Az asbestos teszt, az nem igaz. Asbestos. Na, hogy menjen. Ég a repülősen. Mi volt abban a répában? Ha annyira szereted ezt a cukorépa áratást, akkor többször is fogom nyitogatni. Szerintem állandóan ő lesz a kinevezett cukorrépa. Szeretném felgyújtani az első olyan ropagépet, bazzak, amit Grippi, a tesztképet add oda neki az etort, azt nézzük, az jobban tetszik-e neki. Igen, akkor biztos vége a szájra a fiúnak. Hát így is, úgyhogy minden. Micsoda! Nem ismersz még. Kiszállok és ott vagyom a faszomban. Én nem ismersz. Te? Tavaszatlan. Csáhagy. Hát ezt már csak annak lehet hívni. Szopogatásznak. Azon meglepődnék direktor itt állnál mögöttem. Farming Simulator, nem Sopping. Neki elment Soppingolni. Soppingolni?
megkérdezik, hogy mit csináltál a hétvégén? Elmentem shoppingba. Most mi shopping voltál? Lépát. Lépát? Milyen lépát? Cukor lépát. Lépi lépáját. Cukor lépát. Nem ment már meg azt a szart, Happy. Mit? A izét, a kiadót. Mit emeljek még rajta? Alá nem dobó vagyunk, bassz meg. Meg gödörbe, meg minden picsával. Hát a kettő nem ugyanaz, de oké. Van. Hát azért a gödör meg a picsa közt azért van valami egyenlőség. De a domb meg a gödör között? Hát, pár méter. Készen vagyok. Vagy nem? Képe érted, átfordítod. Fel is vetted? Mit? Át is vetted a pénzt. Mit tudom én? Nem, itt van. Na, figyelj csak! Egyből lecsekkoltam, pénz! Figyelj csak, az ekét vidd vissza a te bázisra. Az hol van? Ott van. A bázisra, nem a telephelyre, bázisra. A parkolj level. A hold bázis. Mellé. Itt, ahol megkormik van. Lehetőleg úgy gyere! Ezzel sokat nem mondtál. Hallod, figyelj már! Hol állsz? Itt állsz, bazd meg, nem messze. Itt mikor, a 40-esnél, de rá nem ennyi, át nem ennyi a földön, mert menten sírva fakadok. Tehát akkor menjek át valami földön, de melyiken? Itt ezen melyiken mely? Amelyben itt... piros szám van, arra nem menjetek rá, mert az a gyere, saját. Gyere, itt vagyok jobbra, látod? Van már saját földünk. Van, igen. Akkor miért nem azt műveljük? Hát mert az egyik abban be van vetve, a másikat meg nem tudjuk bevetni, majd csak tavasszal. Várj, már hol vagyok én? Ott, hát figyelj, nézzél már jobbra. Ha melyik jobbra? Balra, aha! Forgasd, látod, hogy na, már itt balra nem menjél rá, úgy, ott gyere. Jó. Itt és akkor így menjek itt át balra végig. Mert át nem menjél rá. Nem át! Ne szopassam. Kitaposod a recét, basz. Mit csináltál Gábor boltával? Cukorrépát. Paragott. Szara szívben a boltad a kezedet. Tedd le az ekét, kérlek. Várjál, e kell leeresztése. Ja, az nem az. Q. Oké, okay, elhagytam. Ripi, így is belégengedhetem a magomat, hogy csak itt állsz. Mindjárt megyek is. Hát ez mi a jó Isten, hát? Ezt vedd fel, jó? Hűha. Egészséged. Az igen. Ez nem az volt. De te ez nem vagy. Melyik bocskos disznó volt? Hallod? Teliba? Igen, én voltam. Teliba? 87%. Ó, akkor fölvetted? Mit? Tibor. Gripi? Hát nyomkodom a kút, de nem akarja. Gripi? Miért nem? Hát mit nem tudom, mihez szóljál hozzá? Hát... Engedj! Hát nem jó álltál rá. Nem jó? Itt néha felvillan valami. Na, akkor az megyek. Gyere már! Fadból, szeretném odaadni a répámat. Én meg én is belét szeretném a magomat engedni. Most akkor beléd lehet, ha nem vagy itt? Nem, mindjárt megyek csak. Heki belém élvez. A teherautóba. A teherautómba. Ez világos vagy a biszki. Aha, megvan. Nem, nincs. A picsába. Te Gripi, nekem már tele van a puttonyom. Megyek. Ó, gyere ide, mutatom mit mutat, mit ad a Mikulás. Azt ez mi ez, te? Borona, aha! Stop. Köcsém. Nagyon jó. Most ez ezzel van. Mit kell borogatni? Ezzel elmész a 11-esre. Várj, most neked még kellett idén? Hát én is mellé tudtam volna állni. 11. Hó, bazd meg, messzebb nem volt. Az az a föld, amelyik... 11-es, nem a 11-es. 30-es, bocsánat, elnéz a 30-esre. Fát akartam vágni, és a kezedet sikerít helyette? Hogy jött ez össze? A túl sokat ittál, vagy keveset? Egyébként, Eki fiú, ahol tessék. Először cukorrépát arattál, az nagyobb terület, mint ez, amit most csinálsz. Tessék, látod? Nem arról, azt panaszkodsz, jó van. Most nézem, 7,75 hektár volt a 30-as, a
amit most csinálsz, az meg 7,69. Tessék. Azt a kurva! Úgyhogy ki vagy kimérve, úgyhogy egy szabad se legyen most már. Azt a kurva, majdnem egy forma, bassz meg. De csak majdnem. Ja. Az anyám ideges cincsét. Na, látod-e? Odafigyelnek rád azért. Ugye tökkel szúrom magam. Na. Jussi, vagy megfelelj. Mennyire kisebb terület, bassz meg. Hát még a jó se jó neki, nézd ma. Hát egy sem ilyet. Nem, hogy örülni annak, bazd meg, hogy kisebb területet kapsz? Nem, nem jó. Ja, mert ez jó, nem sokkal kisebb. Jó, sokkal kisebb az, tényleg. Azt a kurva. Ezt úgy hívják, hogy szemre útra. Hű, ez még szemre is nagyobb alma, amit én főterületet látok most. Ahova mennem azt, kell? Azt csinálod, amit Heki, ahol Heki először csinált. Trépát alatok. Így trépázott először? Igen. Én szóval. Rohadékok. Megtrépázták. Szemhettek. Heki és a répa gyermekei. Nem hiszem most. Jaj, 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 állj meg, állj meg. Megyek a Manheki. Azt hála mondja, hogy ez ennyi suki. A szivar, ezt befejeztem, aztán elmegyünk a kombájnommal a diszkóba. Jó, oké. Addig megnyomom a H betűt, és akkor... Meglátják, bazzak, érted, hogy mennyibe kell, 80 milliós öcsém. Több kerék van rajta, mint bármi máson, meg nagyobb is. Defektet segízem, hogy kapunk. Az a kombány, ami rajtad van, az nem 80 millió, amivel mész, nem 80 millió. Az több vagy kevesebb? Több. Azt a kurva, akkor menjünk. Mindig akkor jössz alá, amikor nem kéne. Reggel, munka után, ja. Ez eszem megáll. Új, hogy megfordultam, azt a meredtegedet. De ezt a 26-szor kell megnyomom egy irányba, hogy elinduljon az a szar, ez katasztrófa. Ugye? A kétszer kell. Az sok. Elég az. De az 72-szer, az még egy sorba. Még szivar, most jó munkát kaptál. Végül is valamivel jobb, mint a másik. Soha senkit még nem az mi? Ez ki énekli, Gripi? Hát Gripi. Egyébként az Black to Black szám. Ha? Maradjuk is így. Az mi az? Az valami betegség vagy?
Magyar Britney Spears. Ja, nem. Mi? De mi? Kis kút, kerekes kút, van az udvaromban. 28% van átszállítva. Hopp, ott van valami. Vagy nincs ott semmi? Halláskárosodás lesz. Mi van, Vipi nem volt egy timpel, idenkedtem, azt mit csináljak? Kérdezte tőlem valaki, mit kérem, hogy mit kívánok parázsérem, az egy halló készült. Figyelj csak, a bűvárátot enged, kiengedted? Ha? Akkor el kell vinni a hetes földhöz. Hoz a kékhez. Ha? Jó. Elvileg, de mindjárt megmondom pontosan, hogy hova kell vinni. Ripikém! Igen, oda. A Le Jardin de Fermiéshez. Főni? Mi van? Azt írják, hogy ha egy lánynak énekelni, akkor biztos a pálcálok benne. Komorú, de igaz. Én amióta énekez, én már pap lettem. Ne tessék. Te hülye a majom. Nagyjából 30%-ra van kész. Ennek a szarnak? Mindjárt megmondom mennyi. No. Ja. Microphone activated. Hát bassz meg. Mi ez? Kubákba itt rám csatlakozott. Ki csatlakozott rád? Milyen sumárba fordulja? Le lehet ott adni, ugye? De én kiadom azt, hogy itt maradom. Add ki ezt itt magadból. Kiengedve. Nagyon jó. Ott tisztán? Igen. Na, turva sós. Kicsi sós. Az nem jó. Akkor. Miért a halásom? Vagy a trópus fiam, hol van? Akkor az megvan. Betakarítás befejezve, összegyűjt, lóvé pipa. Azt mondja, hogy... Bőnali? Aktív. Nem régálat még szart. Rágyált. Na, ha kinyitottam a tetejét, öntsél bele valami szart. Fog el, lóvé pipa. Dobálsz. Elfogadása. Dobálgasd egy kicsit. Azt mondja, el kell menni a 35-ös telekre. Kedves hegy is. A megformikkal. Már mész is, úgy látom, igaz? Mert én már kurva jó vagyok. Itt az a 35-ös, azt akkor oda én. Ú, de jó de vagy. De ebbe kéne rakni egy kis szart is ahhoz, nem? Az elég lesz szerintem, ami benne van. De te ilyen szarfelelős vagy, itt tudod, vagy most? Ez fel van töltve az. Ez a rossz. 37%-on van. Azért lesz szerintem arra a pályára, arra a részre pont elég lesz. Melyiket is kell? 35-öst? Ott van mellette egy jobbra. Tehát akkor 35-öst. Igen. Jobbra van még a 18-as és csak a távolság nem egyezik. Jogos. Na. Ez most fel a kumpájuk szarra. Egyébként a szélesen szór, úgyhogy nem kell ötletlen a legvégére állnod, hanem elég egy... Majd én letesztelem, jó? Most mellé vagy egy kis szar, az most akkor mi van? Na, nem szóval szarozunk. Hát megint a szarról beszélgetünk már ezzel. Ez műszar. 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 Az olyan, mint a műszál, csak... Ú, és már plüszköri is nincs hozzá, ja. De hogy nincs? Műszál vagy műszar? Tényleg jó, nagyon végig. Minden tiszta szar lesz. Mindig az a szarakodás.
Ti van, te hogy állsz? Ülök. Haladunk, haladunk. Figyelj, már azt így nem tudom, hogy most akkor még része van összekenve szarra, mert nem látom a különbséget. Megnézem. Én ezt képet. Igen. Ott van a eszképnél, látod a térképet? Nem. Ami én? Vagy naptár. Legfelső a kormánykönyv fölött van. Igen. És ott a szűrőket tedd mindaddig, amíg a talaj összetételét nem látod. Szűrő. Szűrő. Jobb oldalt. Jobb oldalt. Szűrő. Talaj összetétel. Talaj összetétele. És akkor mindenre kattints rá, kivéve a megtrágyázott zene. Megtrágyázott? Igen, meg. Igen, és akkor most már látom, hogy mi a szaros. Az mi, ez valami skót vagy ilyen? Várj, ezt közben nem állítottam, de az fogy belőle a szar. Az vagyok fasza. Azt akkor miért rúgsz ki, mert hozzarultam a szar? Akkor majd elmész a bótba, azt veszel szartat meg. Simán, Tesco. Végül is. Minden a szarról szól. De ez oké, de hát a minimum akkor napkosra látom, hogy most mi a szaros. Hát bizony, ez ilyen. Akkor jó, azt mondjuk, hogy beszartunk, vagy összeszaroztunk, de nem jó. Nyomd meg a H betűt. Letippelem akkor. Mennyi százalék lett az én, Miki? Micsoda? Mennyi van még a gépben most? 30. Sok van még, Heki? Vagy már nem? Jó, tessék? Hát még a 3 legyen, de meg. Hát akkor az nem sok. Rád kéz is elfogja a boldogság. Milyen jó, hogy cukorépát adhatok. Ismét. Úgy szeretne még krumplit is majd. De még az a jó, hogy nem azt a traktor, nem úgy adta az ét, hogy ha nem adott normális betakarítógépet, és nem azt, amivel traktor kell mögötte húzni, és régen. Pedig az... Heki, mit szólna hozzá az, aki én ezt csinálni? Az jobb lett volna szerintem. Itt hagynának a picsába. Hát ilyen nincsen. Ez nem így működik. Hát micsoda? Milyen munkerő vagy te, hogy ugye? Lelépsz. Ugye? Hát ilyen nincs. Az. Zacos? Milyen zacos? Tacos! Tessünket! Nézd meg, ha 36% már nem van szállítva. Na. De jó! És én hogy állok a szarral, azt látod? Mindjárt mondom, csak közelebb állok. Én ezt még 5 percig vagyok hajlandó csinálni, és utána én el is zárnám majd a streamet. Jó. Már? Ha most kezdted? Elfogytam. Hát, bazd meg ilyet. Üljját, itt szóval. Üljél ide. Ezek a fél óra streamekkel komolyan mondom, hát. Aha. Jó, hát te csinálsz is valamit egyébként, mert nem úgy látom. Na, most járod az hát, újonc. Én csinálok. Én haladok. Az újoncokról. Én boronálok. Nagyon jó kis srác. Azért a folyót azt felezzek, amúgy szerintem egész jó. Nincs probléma valami. Na probléma valami, mit csinálsz? Kirúgsz? Akkor szétszórom a szart össze-vissza értem. Kiborítod? Olyat is sok, biztos. Hozz egy pár kémet. Van itt egy olyan. Hozz egy pár kémet, azt akkor majd. Ja. Építek neked egy hegyet. De jó is lenne. Tavasz Gábor. Gyere Gábor.
szolgáltatást Leóra. Dolgozni megy, hú. Hát én tökönbe szúrnám a kést, amennyi kell dolgozni. Vannak olyan emberek, akik szentestén kezdik az éjszakát. Le is vágnám. 7 napon keresztül. Ja, én is akkor megyek megint. Szentestén. Együtt érzek veletek. Gondolom mennyire. Hallatszódott nagyon. Te is hallottad, hogy mennyire? Lelki megbánás volt benne, éreztem azt a sóhajt. Hát bazeg, egy könycseppet le is morzsoltam itt a szemem sarkába. Kukoricára morzsoltam. Azt mondja, könycseppet. Uh-huh. Hogy állok a szarra, mert szerintem végeztem. Hát miféle főre kaptad? Nagyon, de ez az üszköli szar a széjén. Igen? Ja, megvan. Ugye, egy jó vagyok? Hát ha? Terít, mint az állat. Igen. Gyere aranyhúsom, jó? Szokkodjad ki fel a cuccotat. Az enyémből nem ez, de az kicsit sós. Mármint a műtrágya, azt nem sós. Menj vissza Léci a traktorral, azért oda. Most ezt melyik embernek mondod, hogy ezért mindig kinél valami traktorra jön? Jó. Na, és ennél az ürítést épp is szeretném is elegedni ezt a dolgot egy kicsit, mert... Hát ez megvárám a következő streamig. Tessék? Az meg fogám várni, tehát ez így nem... Örülnék neki, hogyha szorgalomból megcsinálná a streamig. Kizárt dolog. Nem. Mert én nem voltam ott. Na, szépen vagyunk. Nem ülök be. Abba biztos. Nincs az az Isten. Ahogy a nekinek a cukorrépában, nekem ez a szarra volt. Hát nem. Nem. Én nem fordítok töltőfődet, bazdmeg. Nem is mondtam, hogy fordítsál töltőfődet lenne. Na. Ez a nagy. Erre vegyi valami évet. Ez úgy néz, hogy ez szép szélesen terül. Ez illetőgép. Nem érdekes. Minden bal kifogás. Hát az a negatív kusik azzal, sajnálom. Akkor vessünk. Kerestet. Na mennyit kerestük most, Ripikén, stream alatt? Mennyi jött most a... Mennyi a több mint 100 ezer. 110? 110? 120 körül kerestünk? Körül, jó. Na, hát szépen lassan hűlik ez a... Most kezdtem belejönni. Azért, te mehetsz ekézni. Hány óra múlva lesz Zeke? Annyi pénzünk majd, hogy valami érdemleges vagy látványos különbség, vagy valami előrehaladás nem mutatkozzon. Hát szép lesz az jó augusztus. Isten, jó Isten se tudja. Hát nem lesz az rossz, most igazából már van egy csomó aktív küldetés, most a tiéd is 36 ezeret ér, van egy 6 ezeres aktívba, van egy 11-es aktívba, ugye az izénél, a szivarnál, úgyhogy ja. Hát majd a következő körben, hogyha betakarított a heki a izét, a répát, Hallod, Asher? Tagos a hátsód! Akkor utána elmegy vállázni neki. Meg hüvetvágni. Nem, neki csak a cukorrépa, meg a burgonya. Ő nem, más nem? Kaszálni. Aha. Most komolyan direkt ezt csinálja. Csak mártogatok. Na jó, nem. Valahogy helyeken úgy hívják fiúteret. 7,69 hektár. Ti mit csináltok? Nem tudom. Én már nyomtam egy térképet. Kacok. Mi az, hogy nyomta egy térképet? Hogy itt voltatok, remélem tetszett. Öcsi, itt mi produkáljuk magunkat, bazd meg. Fargos őrültködés. Folytatjuk, jövünk majd még természetesen. Ez a fantasztikus és zseniális játékkal, illetve ez a felejthetetlen is.
megunhatatlan élményhintó bandával. Köszönöm szépen a többieknek, többieknek, hogy itt voltak. Köszönöm szépen, Szivan. Így van, én is köszönöm szépen, hogy itt voltatok, meg hogy itt lehettem. Úgyhogy találkozunk legközelebb, jó szegát, sziasztok. Köszönöm szépen, Hegy is, hogy itt voltál. Cukorrépa legyen veled. Hagyd meg! És természetesen a főnek is köszönöm szépen, hogy itt volt. Hát nincs mit, én is megköszönöm, hogy itt voltatok. Hogy meg a répát, oh. Igen, nagyon szívesen máskodik. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, nem tartsa meddig sem. Na. Ingyen van, illetve iratkozzatok fel, aztán majd hamarosan érkezünk. Egy-két új projekttel, igaz? Hegy is. Dezertraktort, vagy mi? Igen, azt is. Most már cukornál is lesz, nem csak répa. Úgyhogy minden jó. Tehát én megköszönöm Hekinek is, hogy itt adta az évet. Iratkozzatok fel rá is. Kösz. Asherre is. Asherre is. Nagyon örülök, hogy itt volt. Na jó, menjünk meg... már. Szevasztok. Szevasztok. Csáasztok. Sziasztok, jó hét. Na, hello. Csáó.